Jó estét kívánok mindenkinek, még én is megijedtem, elnézést. Lipovics Tamás lennék az Innovatív cégcsoporttól. Nagy tisztelettel köszöntöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Külön köszönöm Szántai úrnak, hogy a színvonalas előadás sorozatban vállalta a főszerepet. Köszönjük szépen. Köszönöm Jóbágy Zsoltnak is, hogy megszervezte ezt a remek előadás sorozatot. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Simon Robert Balázs, Fidesz országgyűlési képviselőt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. És bízunk abban, hogy egy kis szünet is lesz majd, mert ismerjük Szántai úr előadásait, és azért a 3,5 órát azt nagyon intenzíven tudjuk megélni, és nem hiányzik a szünet. Az Innovatív cégcsoportot csak engedjék meg, hogy két mondatban annyit mondjak, hogy Győrben az egyik legnagyobb tulajdonú magyar logisztikai szolgáltató cég, és nem áll messze tőlünk a társadalmi szerepvállalás. A Győri Sürgősségi Osztálynak az alapítványát mi hoztuk létre, ezentúl tűzoltókocsit vásároltunk a Győr-Szent Iváni önkéntes tűzoltóknak, sőt Covid-ban elhúnyt, nevezzük úgy, hogy szülőknek a gyerekeit támogatjuk, de akár az összes győri iskolában is a készfertőtlenítést, az adagolót, azt teljesen ingyen szereltük fel. Ezt köszönet a kollégáinknak, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így Győrben az előadássorozat létrejöhet. Túl azon, hogy magyar érzelmű vagyok, de keresem valahol az igazságot, ahogy önök is. És azért egy dologgal büszkeséggel tölt el, hogy a fiam a történelem órán már a 6. osztályban vagy kis gimnáziumban gyakorlatilag már arról tanul, hogy hun, avar és magyar folytonosságról beszélünk, és ez egy óriási lépés, hogy ebben az irányban elindultunk. Tudjuk, hogy lassan örülnek a csillagok, de hiszem azt keresztényként és magyarként, hogy az igét kell terjeszteni, és ez azt hiszem, hogy Papp Gábor és Szántai úr ezt maximálisan képviselik. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Évezredek Baráti Társaság részéről. Hát kibőjtöltük ezt a napot, ezt a pillanatot. Az elmúlt, most már lassan 2 évben nagyon szorványosan tudtunk csak összejönni, találkozni. Elmaradtak a lehetőségek, ugye hát a körülmények úgy hozták, hogy nem tudtuk a Magyar Évezredek sorozatot legalábbis folyamatosságában fenntartani, működtetni. Voltak azért alkalmaink, főleg kirándulásokra tudtunk elmenni. Voltak ezek azok nagyon nagy élmények, jártunk a Sokoróban, különleges helyszíneken, stb. De azért nagyon hiányzott már az, hogy legyen egy olyan előadás sorozat, amelyikkel rendszeresen itt Győrben találkozhatunk. És hát a nagy kivárás, a nagy bőtölés után eljött ez a pillanat, és most egy olyan sorozat következik, amelyben tényleg bővelkedhetünk magyarságtudatunk megismerésében, megerősítésében. Az, hogy ez a sorozat létrejött, ennek egész röviden mondom el a történetét. Lipovics Tamás úr, aki az előbb beszélt, keresett meg az ősszel, az október táján engem, akkor ismerkedtünk meg egymással, és hát hadd mondjam el róla, hogy az, hogy ez a sorozat létrejött, ez 3 szempontból is az ő érdeme, és neki kell megköszönnünk. Ja, azzal keresett meg, hogy szeretne egy olyan meghatározó értékű ilyen alapsorozatot létrehozni Győrben, amelyik tényleg magyarságunk egészen az őstörténetről, az eredet kutatástól minden fontos pontját végig tudjuk járni, és ehhez a két legalkalmasabb személy, ő is egyből így mondta, én pedig rábólintottam, Szántai Lajos és Papp Gábor lenne, úgyhogy ebből egyetértettünk. Tehát az ötlet gazdája is Lipovics Tamás ennek a különleges sorozatnak, ilyen nagyszabású, ilyen erőteljes, ilyen mélyre szándékozni a magyarságtudatunkban, mélyét járni, és persze egész évvel összességében bemutató sorozat még nem volt, pedig hát már jó régóta megy a Magyar Évezredek sorozat. A másik az, hogy hát hogy ő finanszírozza ezt az egész, ő és az Innovatív Group, a cége finanszírozza az egész sorozatot.
így tudtuk azt megoldani, ami ilyen se volt még példa, hogy ingyenesen látogatható ez a különleges rendezvény. Mindenki el tudjon független attól, hogy éppen hogyan áll a pénztárcája vagy a bankszámlája. És hát a harmadik dolog pedig az, hogy itt vagyunk ezen a helyen, és egy ilyen tágas terem, mi nem tudtunk volna ilyet szerezni, azért mert a Fapadosban voltunk, azért meg nem voltak a jó körülményeink. Hát, hogy egy ilyen professzionális teremben fogunk majd találkozni, ez is Lipovics Tamásnak köszönhető, mert ő szerezte ezt a kitűnő helyszínt itt az ipari kamarában. A sorozatról egész röviden annyit, hogy mert elég lóhalálában lett ez az egész ilyen meghirdetve, mégis megtervezve, talán akik itt vannak, még nem is mindenki tudja igazából a menetrendet, hogy ez hogy is fog alakulni. Tehát 14 előadás lesz majd. Ez körülbelül azt fogja jelenteni, hogy minden héten találkozhatunk. Lesz egy-két szünet, amikor kimarad előadás. Hoztunk ilyen kis szóró anyagot, amit el lehet vinni, ott rajta van a pontos részletes menetrendje a sorozatnak, illetve e-mailben is küldtem már egy ilyen melléklet anyagot, amit lehet látni. Tehát minden csütörtökön, vagy majdnem mindegyik csütörtökön egymás után következnek majd az előadások, és felváltva fogják majd egymást követni Szántai Lajos és Papp Gábor tanár úr. Tehát egy ilyen, hogy mondják ezt, tehát ilyen lépésváltás, vagy stafétában következnek majd az előadások, és április végéig, tehát ez egy 4 hónapos nagy menetrend lesz, addig tartanak. De mondom, ez már közel van téve, és mindenki láthatja majd a pontos menetrendünket. Ugye regisztrációt kértünk, ez értelemszerű, hiszen itt nincs belépőjegy, tehát mindenképpen kontrollálunk kellett azt, hogy hányan leszünk, hogyan készüljünk, és akik jelen vannak, nyilván ők mind beregisztráltak az előadás sorozatra. Sokan kérdezték, hogy ez hogy van, mi is először csinálunk ilyet, tehát semmi tapasztalatunk nincs, ez hogy érdemes, vagy hogy lenne jó ezt csinálni, tehát majd kitapasztaljuk, de én úgy gondoltam, hogy aki most beregisztrált és jelen van, vagy aki éppen most épp a mai nap nem is tudott eljönni, én azt fixnek veszem az egész sorozatra regisztrációt, tehát nem kell minden héten újra nekünk üzeneteket váltogatnunk, elég bonyolult lenne, én úgy gondolom, hanem automatikusan érvényes a regisztráció. Ha valaki nem tud jönni, akkor jelezze, hogy tudjunk róla, mert azért nekünk az fontos tudni, hogy hány emberre számíthatunk, és adott esetben még tudjuk bővíteni a érdeklődők számát, lehet, hogy menet, sőt, tehát miért ne csatlakozhatnának be menet közben mások is, akkor tudjuk, hogy van-e még helyünk, vagy hogyan állunk. Hát ezért azt mindig kérjük majd, hogy lehetőség szerint, hogyha valaki valamelyik alkalomra nem tud eljönni, akkor azt jelezze nekünk előre. Még annyit a sorozatról, hogy hát én azt gondolom, hogy mindaz, amit el fog hangzani, és amit szeretnénk végigvinni itt előadóinkkal, azok olyan biztos támpillérei és pontjai a mi hagyományunknak, a mi műveltségünknek, amit most ilyen iránytű vagy körző hegyértékű lehet. Mert pont olyan időket élünk, amikor, hát ami most körülöttünk hullámzik, most már ki tudja, hanyadik hullámát fogja majd vetni. Sokat lehet róla vitatkozni, és gondolom mindenkinek megvan a gondolat, a véleménye, össze is feszültek, és indulatok ennek a kapcsán, de egy a lényeg, hogy a bizonytalanság a legrosszabb az egészben. Én legalábbis így gondolom, ez ami tulajdonképpen elbizonytalanít minket minden értékünkben, emberségünkben, kapcsolatainkban, tehát biztos pontok kellenek, biztos horgonyzás kell, és ilyenkor a legjobb, ha az ember az eredet kutatáshoz, az eredetéhez, őseihez, ősei által képviselt értékekhez, amit ez a nemzet megalkotott és fölmutatott évezredek során, ahhoz vissza tud kapcsolni, és az egy biztos támpont tud lenni. Tehát ez a sorozat, én úgy gondolom, hogy ezt fogja majd szolgálni, és hát azt még hagyd mondjam el, hogy nem akármilyen napon kezdjük. Ugye január 6-a van, azért ez egy különleges nap több szempontból is. Egyrészt ugye vízkereszt napja, másrészt a három királyokhoz is kapcsolható az január 6-ai ünnep, és a három királyokról annyit, hogy épp a Nimród lesz a témánk. Ugye Nimród övének, ami nagyon-nagyon fontos az ő hagyományában, az öv csillagait, a csillagos égbolton, azt ugye a három királyoknak is szokta nevezni a magyar néphagyomány, de ez rögtön elvezet a mi három szent királyunkhoz, három szent magyar királyunkhoz, akik majd sorra fognak kerülni ebben a sorozatban. És hát még lehetne még több mindent elmondani erről a napról, de hát még egy fontos dolgot, 44 évvel ezelőtt, ha jól számolok vissza, pontosan ezen a napon tért haza a magyar szent korona magyar földre,
hogy ezzel alapul adták át ünnepélyesen az amerikai követség, a nemzetnek, az országnak ekkor adta vissza a koronát. És mivel ez a sorozat ugye Nimród királytól a Szent Koronáig fog ívelni, nyilvánvaló, hogy ilyen szempontból is egy csodálatos kezdés, hogy ezen a mai napon vagyunk itt. Regisztrációt elmondtam, bocsánat, hogy puskázok, de elhelyeztünk egy adománylábát, aki úgy gondolja, hogy az Egyesületet tudja támogatni, és a további programjainkat, lehetőségeket arra természetesen van lehetőség, és azt nagyon megköszönjük. És még annyit könyvesként, vagy csempészek be ide, hogy hoztam egy olyan könyvet, ami nagyon erős, úgy gondolom, hogy a sok közül, amit lehetne felmutatni, a leginkább kapcsolódik a mai alkalmunkhoz, meg az egész sorozathoz is. A két előadónak, Pap Gábornak és Szántai Lajosnak jelent meg egy közös könyve most karácsony előtt, a Képes Krónikáról, a Képes Krónika üzenete címmel. Tehát épp az előadóink közös munkájáról van szó, és hát a Képes Krónika pont az a mű, amelyik ezt a mítikus történelmünket egyrészt a szöveganyagával is, és talán még inkább a képanyagával csodálatos mélyen követi végig, és ezt elemzik az előadóink. No, lesz egy szünet, ez szóba került már, tehát a 7:30 környékén tartunk egy szünetet, és akkor egy 1 órás szünet után kezdődik majd a második rész. Nem tudom, a hideggel hogy állunk. Én fázom, kezdek. Hát majd bár állítólag intézkedett az úr, úgyhogy remélhetőleg ez változni fog. Bár ugye hidegen éberebbek vagyunk, és jobban tudunk figyelni, ez is igaz. Na jó, befejezem, és akkor nagy szeretettel köszöntöm Szántai Lajost, az első előadókat a mai napon. Jelképkutató. Én azt hiszem, így tudom, de ha ezt rosszul mondtam. Szimbológus jelképkutató és a magyar mítikus történelem üzenetének tolmácsolója. És ma Nimród király, világ első királya, aki nagyvadász az úr előtt. Ez lesz a témánk. És akkor kérjük Lajost, hogy vágjunk bele. Nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogy elhangzott, tényleg lesz szünet. Tehát az óra az nagyon jól mutatja magát, nagyon szimpatikusan jelzi az időt, és véletlenül sem szeretném túl lépni azt a keretet, amit így előzőleg megtárgyaltunk, hogy lenne ildomos, hogy lenne helyén való, hiszen így mazban lélegezni azért nem egy könnyű és nem egy hálás emberi feladat, itt jelen esetben szinte kötelesség. Nimród vonatkozásában olyan adatokra, forrásokra fogok támaszkodni, amelyek meglehetősen jól ismertek a művelődés történeten belül, tehát igazából nagy újdonság nem lesz. Az igazi újdonság az, hogy a közgondolkodásba, a köztudatba, az általános ismeretek világába hogy nem tudnak a tények bekerülni. De ezt külön nem kell magyarázni, ezt már megszoktuk. Tehát aki Kárpát-medencébe ismer rá a világra, az pontosan tudja, ha magyarnak született, akkor ott vannak olyan csuda tudja, milyen kategóriába illeszhető jelenségek, amelyekről az ember nagyon nehezen tud higgadtan, nyugodtan és olyan bölcs eleganciával beszélni. Tehát éppen ezért én inkább ezt a részét az ügynek kikerülöm. Tehát Nimród miért lehet fontos? Többek között azért is, mert egy olyan eredett történetnek a főszereplője, amely a magyarság ősmúltjába vezet bennünket vissza. Na most érdekes módon ez egy évszázaddal ezelőtt még olyan nagyon komoly felismerésnek nem számított, mert egy évszázaddal ezelőtt bárki bármilyen oktató könyvbe, tehát gyerekeknek szóló könyvbe, ahol mondai történelmünket tárgyalták. Ilyen volt például Benedek Eleknek különféle kiadványai, amelyek azért, hát nem árt tudni, nagyon szép nyelven tudták megszólítani a feltörekvő nemzedékeket. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy tankönyv hogyan beszél, hogyan mesél el történetet úgy, hogy a diák elidegenedik tőle, vagy úgy, hogy megkedveli és megszereti. Na most valakik nagyon jól tudnak úgy írni, hogy valahogy a szívhez és az észhez egyszerre az üzenet az ne jusson el, hanem inkább egy viszolygást szokott kiváltani. Tehát egy bő évszázaddal korábban nem árt tudni, hogy amennyire a hivatalos történelemkutatás már kikezdte a magyar történelemnek
a megfelelő módon való tárgyalását, és ezzel tudva vagy nem tudva a trianoni katasztrófát hát nagyon jó hatásfokkal készítette elő. Ezt ma egy értelmiségi nyilván meldöngetve tagadná, csak hogy az élet nem így szokott működni, hogy évtizedeken, évszázadokon keresztül szídnak, ócsárolnak, egyfolytában lekicsinyelnek egy nemzetet, és akik ezt megteszik, természetesen csak tudományos alaposságnak és kötelességnek tesznek eleget. Tehát nem árt tudni, hogy itt erkölcsi kérdések is időnként felmerülnek. És az értelmiségi osztályra, rétegre az erkölcs éppen úgy vonatkozik, mint azokra, akik hát tudni való, hogy nem mindig vannak olyan helyzetben, hogy szabadon, bölcsen, körülnézhessenek a világban, és népmesei példával élve van egy nagyon szép biztatás minden magyar népmese végén, aki nem hiszi, járjon utána. Na minden esetre, ha valaki az országgyűlés épületét felkeresi, tehát magátnak az országnak a házát. Tehát annak idején Makovecz Imre elmondta, hogy a múlt század, tehát itt gyakorlatilag a múlt-múlt század, 19.-20. századi magyar építészet történeten belül, Budapest építészetén belül, akár az operaházra gondolnánk, akár az országházra gondolnánk, van egy érdekes jelenség. Nem tudnák ma megépíteni. És csak azért jelzem, hogy nem ókori építményekről van szó, a gízai piramisokról, hanem ilyenkor fel kellene egy kérdést tenni, hogy akár egy ilyen vonatkozásban, hogy jutottunk el odáig, hogy ilyen épületek sem megtervezése, sem megépítése már föl sem merül gyakorlatilag időnként ebben a nagyságrendben. Miért? Mert nem biztos, hogy képesek lennének rá. Na most, ha bemegyünk az országház épületébe, akkor a kupola csarnokba, ott középen fogad bennünket a Magyar Szent Korona. Ha onnan egy kicsit tovább indulunk, pár lépést teszünk meg folyosókon áthaladva, akkor eljutunk a vadászterembe. Az idősek talán még emlékeznek arra, hogy 60-as, 70-es években nagyon sok országgyűlési tudósító úgymond a vadászteremből kapcsolt. Mármint a nagy közvetítő állomások révén. Mitől vadászterem a vadászterem? Tehát valamire figyeljünk fel. Ez az ország háza. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hát jó bő évszázaddal ezelőtt, amikor elkészül, akkor tulajdonképpen a benne megfogalmazott üzenet, az az egész nemzet számára egyaránt vállalható üzenetként jelenik meg. Tehát akár külföldi delegáció érkezik, akár maga a római pápa érkezik, volt rá példa, akkor mi történik? Akkor ezekkel az úgynevezett történelmi múltból megidézett jelenségekkel találkozik. A vadászterem hosszanti falának a végén van egy vadászjelenet. Mit ábrázol ez a vadászjelenet? Segíteni fogok, a magyarok első királya. Kérdés, ki a magyarok első királya? Hát nem mindegy, hogy hol és mikor tesszük fel ezt a kérdést. Zrínyi Miklós költő és hadvezér számára egy messze ismert epigrammájában mindez így hangzik. Én vagyok magyarnak legelső királya. Én utolsó világrészül kihozója, én lehetek tehát magyarnak példája, hír és birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Kit énekel meg Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, akiről persze már rég bebizonyították, hogy természetesen nem is volt magyar származású. Hát ez is, hogy hozzá kell már lassan szokni a 21. század elején. Tehát akár Janus Pannoniusról van szó, akár Vitéz János esztergomi érsekről van szó, akár Mátyás királyról van szó. Hát nem a klímán keresztül, hanem gyakorlatilag nincs olyan média, nincs olyan információs csatorna, akár piros-fehér-zöld beöltözik, akár uniós színek beöltözik, érdekes módon általában ugyanúgy nyilatkozik. Most erre szokták mondani, hogy innen viszont nincs kiút. Tehát ha egy néppel a történelmi múltját így meg lehet hazudtolni, hogy már ő is elhiszi, akkor az azt jelenti, hogy ott baj van. Egy evangéliumi példával alátámasztva Jézus egyszer azt mondja,
hogy minden olyan ország, amely önmagával meghasonul, elpusztul. Tehát miért ez a hosszadalmas bevezetés? Mert most innentől kezdve nem azzal foglalkozunk, hogy a hivatalos történelem, tudomány most ebben a pillanatban hogy vélekedik, hanem hogy őseink saját magukról mit gondoltak. És hogyha ez a két világ egymástól eltávolodik, akkor tudomásul kell venni, hogy valahol valakik vagy igazat mondanak, vagy sajnos akár jó szándékkal, akár megfontoltan, akár tudatosan, akár nem tudva, de tudomásul kell venni, hogy félrevezetnek. És a félrevezetésnek van egy olyan szava, hogy hazudnak. Mert azért lehet érzékelni, ha valaki valamilyen ismeretrendszeren belül már előre halad, előbb-utóbb felmerül a kérdés. Először is saját magának be kell vallania egy kérdésen keresztül, hogy most akkor kinek higgyen. Ugyanakkor pedig mit tanítson? Hogyan tovább? Na most hangsúlyozom, minden magyar népmese végén ott van a biztatás. Aki nem hiszi, járjon utána. Ma gyakorlatilag az a módszer, hogy nem lehet utána járni dolgoknak. Mert minden szét van hazudva, tematizálva van, már információs fogyasztási konzervdobozokba kapjuk, már eleve lehet tudni, te most melyik pirulát választod, a kéket vagy a pirosat, melyik hazugság csapdába akarsz belelépni, a szimpatikusba vagy a kevésbé szimpatikusba. Az igazságnak van egy titka, igazság. És hogyha egy nép gerincében ez a meghatározó tétel, akkor az azt jelenti, hogy köré tudnak rendeződni a világ dolgai. Ha nincs igazságot, hamisság van. Ha hamisság van, minden gyógyász, akár úgymond a hivatalos úton gyakorolja a doktorság, orvosságnak a magasztos hivatását, akár természetgyógyász, itt közös a vélemény. Tulajdonképpen a betegség mire vezethető vissza? Magyar nyelvben az egészségnek van egy szinonímája, hangtanilag ugyanaz a szó jelenik meg, mint az igazságban. Igazság, egészség. Tehát ahol az igazságot a hazugság váltja fel, ott előbb-utóbb tombolni fog a betegség. Na minden esetre tehát nem csak testi betegségek vannak, hanem nyilván vannak lelki, szellemi típusú, állandó, folyamatos fertőződések. De mivel hogy van kialakítva az oktatási rendszer, amit személy szerint tisztelek, szeretek és becsülök, csak van egy probléma, hogy a hatékonysága jó irányba, és tulajdonképpen az érvényessége jó irányba. Kérdésként felmerül, hogy meddig lehet engedni. Mert az, hogy egy átlag állampolgár 7 éves korában már nagy kártyásokat meghazudtoló kártyarendszerrel rendelkezik. Személyigazolvány, diákigazolvány, étkezési igazolvány, hogy a menzán megkapja az elterét. Az egy kicsit körül kellene tekinteni. És az, amit minden szülő tud, vagy az is, aki már megemelt olyan batyut, amivel ezek a gyerekek naponta iskolába mennek. Hát egy tibeti serpa elszígyelni magát előbb-utóbb. Tudjuk, hogy kik ők, hát akik a hegymenetben úgymond a terhek viselését hát magukra vállalják. És 7 éves kortól, hát kerekítve 24 éves korig, mit csinál egy ember palánta, aki szeretne majd ember lenni? Megfelelési kényszer, félelmek, riadalmak, megaláztatások és magolás éjjel és nappal. És ha felmerülne benne egy kérdés, hogy nézzünk utána, hogy a tananyagból mi az, ami hiteles, mi az, csak fizika példát mondok. Minden fizikus elmondja, hogy a fizika tankönyvekben lévő adathalma szavatossági ideje minimum 80 évvel ezelőtt lejárt. Világos? Akkor hol vagyunk még a történelemtől? Egyedül marad a matematika. Miért? Mert jól lehet kínozni vele a gondolkozást. Tehát tulajdonképpen, ha éjjel-nappal csak számolok, akkor nem betegeket fogunk gyógyítani, hanem
adatokat fogunk közölni, hogy ma hányan haltak meg. És szépen szoktatva vagyunk. Nem emberekhez, hanem számkivetettségbe vezető számokhoz. És embert már számba se vesznek ebben a világban. Na minden esetre, tehát mindezt azért jelzem előre, hogyha valakinek más ismeretei vannak, semmi probléma nincs. Tehát mi most abból tallózunk, abból merítünk, amit rólunk, saját magunk, gondoltunk, tartottunk, hát évezredeken keresztül. És ahogy bennünket, barátaink, ellenségeink, ellenfeleink évezredeken keresztül ugyancsak számon tartottak. Ha ez a kettő évezredeken keresztül, de ne legyünk nagy lelkűek, csak egy évezreden keresztül egybe esik, akkor nyilván valami igazság van benne. Ha az utóbbi évszázad gyakorlatilag minden csodát megkérdőjelező, minden igazságot hiteltelenítő törekvései jutnak hatalomra, ne csodálkozzunk, hogy ott tart ma a világ, hogy a gyerekeket attól kell félteni, mitől kell félteni, hogy egy gyerek ne döbbenjen rá, hogyha ő fiúnak született, akkor fiú. Ha lánynak született, akkor lány. Kezdjen el már gyakorlatilag bölcsödéskorban szorongani, hogy mit kezdjen magával. Na most ez mit jelent? Nem csak a magyarságról van szó. Emberi értékeket el akarnak venni. Az emberséget fel akarják számolni. Egy olyan új biorobot világ készül mesterséges intelligencia által vezérelve, vezényelve, programozva, amit hát mi a mozikban megcsodálunk, csak nem vesszük észre. Hát már réges-rég erről van szó. Tehát ha visszajutunk az eredethez, akkor nem csak a múltba jutunk vissza, hanem a jövendőbe is előre. Tehát ha egy múltnak nincsen, pontosabban fogalmazva, ha egy népnek, de ez akkora közhely, hogy mindenki tudja, csak nem gondol bele. Tehát ha egy népnek nincsen múltja, mi az, ami megszűnik számára létezni? Nem lesz jövője. Hát ha egy néptől el akarják venni a hazáját, a műveltségét, vagy bármiét, nem űrhajókkal fognak előre száguldani a jövőbe, hanem a múltba vissza. Miért? Mert ez egy identitástudat, azonosságtudat. Ez egy eredettudat. Tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová szándékozunk eljutni, és ameddig ez az út megvan, addig az emberség is megvan. Nos, Nimrod vonatkozásában, hát itt két irányba szaladnak pillanatokon belül a dolgok, mert gondolom, észrevettünk valamit, ha visszajutunk a vadászterembe, az országgyűlés épületébe, és feltesszük kérdésként, hogy kinek a vadászatát ábrázolja, Görösfői kis aladárnak a freskója. Tehát ott egy freskót látunk. A szép nagy betűkkel oda van írva, Etele király vadászata. Most ki ez az Etele király? Attila király. Tehát bármennyire hihetetlen, minden magyar krónika, minden mondai hagyomány, minden összeurópai és összázsiai krónikás mű, azért nézzünk rá a térképre, hogy ez mit jelent adott esetben. Attilát magyar királynak vallják, tekintik, és tőlünk keletre, hát ha valaki járt keleti országokban, és mondjuk történetesen most Kazakisztánban éppen az van, ami éppen tetten érhető, tehát nem túl örvendetes dolgok történnek, de azért egy nép fiának el kellene gondolkozni ahhoz, hogy ebben az esetben ő személy szerint, ha összevethető-e más nép fiával. Tehát ez mit jelent? Egy magyar ember eljut a Kaukázusba. Van ott néhány ország, van ott néhány nemzetiség, végig lehet gondolni, kisebb pillengésektől eltekintve, barátsággal, szeretettel vagy gyűlölködve ellenségesen fogják-e fogadni. Barátsággal és szeretettel. Törökország egész területén,
olyan falvakban, mondjuk Anatólia valamelyik pontján, ahol megkockáztatom, hogy az embereknek még személyigazolványuk sincs. Írni, olvasni nem tud az illető. Oda téved egy magyar, hogy fogadják? Testvér, árkádás. Honnan vette? Egyszerűen felment az internetre, megnézte a magyar déli bábos és lekicsinlett irodalmat, de hát gyarló módon megtetszett neki. Na minden esetre tehát, gondoljuk végig, hogy ez mit jelent, átmegyünk Iránba. Történetesen valaki magyarként Teherán utcáján egyik oldalon sétál a járdán, a másik oldalról átintegetnek neki. Most ilyenkor tényleg felmerül Észak-Indiáig terjedve egy kérdés. Himalájáig. Kína gyakorlatilag egészen belső Mongólia, hát külső Mongólia az maga Mongólia, mint ország, belső Mongólia az tulajdonképpen, hát ma Kínához tartozó terület. Magyarral találkozik, akár egy átlag kínai, vagy egy átlag mongol, elszalad, valami eszközt próbál keresni, ami fegyverként is értelmezhető, vagy hozzászalad és átöleli. Na most, hogy lehetséges az, hogy tőlünk keletre a magyart Japánig elmenve, mindenhol szimpátiával, ha csak nem tesz ellene, mert ma már olyan a rendszer, hogy gyakorlatilag mi saját magunkkal magunkat elintéztetjük, megutáltatjuk, elnézést a szakkifejezésért, hát ez azt jelenti, hogy hazudunk magunknak. Hazugságot pedig mindenhol szagról fel lehet ismerni. Ez egy identitástudatos zavaros ember. Még egy történetet elmondok, csak úgy bemelegítésként, hogy érezzük azt a fajta, hogy mondjam, nem tudományos ízű távlatot, mert ilyenkor olyan cinikus, megvető módon elkezdenek ironizálni és gúnyolódni, hogy na nem gondolod komolyan. Elnézést, megtapasztaltuk. És nekem még nem volt olyan ismerősöm, mondjuk akár Kiszeli Istvánt is beleértve, aki már elhunyt antropológus volt többek között, hát mindig a keleti útjairól hogy tért vissza? Hát egyszerűen egy perc nyugalma nem volt, mert akkora szeretetáradásban részesült. Na most gondolkozzunk el valamint Kárpát-medencén belül és kívül is, de közvetlen környezetünkben trianoni utódállamokról van szó. Most tényleg nem azért, hogy bármilyen előítélettel, vagy bármilyen, hogy úgy mondjam, rossz ízű megjegyzésekkel gazdagítsunk egy nem gazdagítható világot. De azért képzeljük el, valaki történetesen ezt a város Budapesten rendre a műveletlen nyugati turista mindig összetéveszti. Tehát Budapest, és aztán jön a rest, ami nagyon rest valami miatt. Gondolom tudjuk. Na történetesen onnan egy állampolgár elmegy Olaszországba. Elmegy Franciaországba. Rómába vagy Párizsba. Mikor fogják keblére ölelni, hogy mi rokonok és testvérek vagyunk? Tehát, hogy érthető legyen valami. Ezzel, ahogy mondani szokták, nem lehet szórakozni. Tehát bennünket azzal hitegetnek már egy évszázad óta, hogy népek kitalálnak maguknak történelmet. És mi azért nagyon jó lenne, ha nem nagyon találgatnánk ki magunknak történelmet, mert a környezetünkben tulajdonképpen olyan népek vannak, mint ti már, mint mi, ha ugyanúgy kitaláltak maguknak történelmet. Na most van olyan, hogyha egy népnek van történelme, abból jut más népeknek is. Ha egy népnek nincs történelme, akkor csak más népektől tud elvenni. És előbb-utóbb nem jut belőle senkinek. És ezért vannak a feszültségek. Jézus nem véletlenül hirdeti, hogy az igazság szabaddá tesz, nem rabszolgává, nem biorobottá. Tehát bizonyos dolgokat illik tudni. Aztán, ha mellé állunk, nem állunk mellé, nem állunk mellé, de gúnyolódni mindenre, ironikus, cinikus megjegyzéseket tenni. Hát akik ezt megteszik és eljutnak Tokióba egy átlag műveltségű japán, már hogy fogja őt köszönteni?
nem mint egy távoli világnak odavetődött cinege madarát, hanem hát valami, mintha egy húron pendülnénk. Tehát van valami közös. És mivel túl nagy a terület, bennünknek meg túl kicsinek tartanak, de leginkább mi saját magunkat nem vesszük lassan emberszámba történelmi szinten, hát gyakorlatilag ezekkel a dolgokkal nem tudunk mit kezdeni. Stein Auri, aki zsidó származású volt, gondolom tudjuk. Ő volt az, aki Ázsia halott szívébe, hát könyveinek egyikének éppen ez a címe, Ázsia halott szíve. Ez a Tarim medence. Ez ujgur nyelven azt jelenti, hogy valami terem. Tarim terem. És magyarul nem azt jelenti? Valaha Ázsia legközpontibb, leglényegesebb, legművelhetőbb termő területe volt. Ma a legkegyetlenebb sivatag lakik ott. Tehát Tarim medence. És Körösi Csoma Sándor a maga vezéreltsége révén az ottani rokonokhoz próbált eljutni. De az élete pályája más irányba sodorta őt. Amikor végre megkapta a beutazási engedélyt Tibetbe, pontosabban átjutni Tibeten és úgy le a Tarim medencébe, érdekes módon, mikor hal meg egy ilyen ember. Hát nem akkor, amikor a tibeti angol szótáron munkálkodik, hanem akkor, amikor a saját eredet tudatát szeretné megtalálni, és a tudományos világ előtt bizonyítani, hogy van érdekeltségünk, van múltunk azon a tájon. Stein Aurél az ő nyomdokába akart szegődni, és Észak-Indiába, szik területeken, hát ő is már összepakolt mindent az utazásra, igen ám, de szekérre, vagy valami kocsi alkalmatosságra volt szüksége. Ezt ő maga írja le. Most hangsúlyozom még egyszer, tehát képzeljük el, hogyha egy ázsiai itt, akár Győr belvárosában megszólít egy győri magyar állampolgár, hogy az hogy válaszolna. Tehát itt miről van szó? Itt nem tananyagról van szó, hanem olyan jelenségről, amely a világban évszázadok óta egyedülálló. És Stein Aurél, hát az orientalisztika messze meg nem haladott mind a mai napig, hogy úgy mondjam, tudományos üstököse. A British Múzeumnak erről a területről származó emlékanyaga 90%-ban az ő munkásságának köszönhető. Ezért Buddha Tunhuangi barlangszentélyeknek a feltárása. Ő ismertette meg a világgal. Manikeista ujgur nyelvű egyéb szövegek révén. Tehát, hogy érthető legyen, ő ráadásul még tett is egy alapítványt. Megint kérdés, hány magyar ember tud róla, egyébként tudnak róla. Csak nagyon kevesen. Bárki, aki magyarként Ázsiába ős hazakutatás révén valamire akar jutni, ez az alapítvány finanszírozza számára a 21. században is. Na most érdekes módon nem a Volga-Káma vidékéről van szó. Na de visszatérve Stein Aurélról, mert az idő szalad, hát Nimrod legalábbis, mint Orion csillagképként már kezd feljönni a keleti égbolton. Tehát itt történt egy érdekes eset. Ugyanis a pályaudvaron nem volt olyan kocsis, aki hajlandó lett volna kocsiját Stein Aurél rendelkezésére állítani. Mi történt ekkor? A mellé kirendelt, hivatalból mellé rendelt egyik ember szépen elkezdte ott mondani, hogy ez az ember Magyarországról jött. Magyar. Na most mi történt? Az első ember, aki felpödört bajusszal szikként ott ült a bakon, aki a gyerekét, a fiát várta a pályaudvaron. Leugrott és a bőröndöket már tette fel a kocsira. Na most hangsúlyozom, ebbe semmi tudományosság nincs. Ebbe emberség van. Tehát nem tudósokat akarunk keresni, hanem embert szeretnénk találni ebbe az elembertelenedett világba. És ilyenkor érdemes az eredet kutatás felé elindulni. Tehát Nimrod két irányba vezet el bennünket,
Az egyik az az egyetemes emberiség történelme, és itt már tulajdonképpen a dolog gyanússá vált. Miért? Mert ha magyar, akkor nem lehet egyetemes emberiség történelme. Az egy periférikus kis népnek hányaveti története. Na most gyors kérdés. Kárpát-medencében melyik nép tudott tartósan berendezkedni, és milyen népek tudták a Kárpát-medencét, akik el akarták foglalni, csak feldarabolni? Nem tűnik fel valami? A Kárpát-medencét a világ történelemben egyetlen egy nép tudta egybe tartani. Hívták szkítának, nevezték hunnak, mondták magyarnak. Más népnek a világ történelemben nem sikerült. A rómaiaknak se. Csak részeket tudtak leszakítani. Akkor ez nem jelenti azt, hogy valakit laktak itt? Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Feje tetejére állított világ. Úgy ötvözlik a Kárpát-medencébe a római civilizációt, mintha egy kultúrát teremtett volna. Az, hogy nem tud átkelni a Dunán, az, hogy a Duna-Tisza közét nem tudja elfoglalni, az, hogy a Felvidéket nem tudja elfoglalni, az, hogy Trajanus ugyan bemegy mondjuk Erdélybe, de nem telik el egy emberöltő, már úgy pucolnak ki Erdély területéről, mint annak rendje. A brit szigetet elfoglalják, hogy érthető legyen. Akkor nem lakott itt senki? Egyáltalán hogy van a világ történelem? Na minden esetre tehát Nimród, ahogy mondani szokták, sajnos ezt nem árt rögtön az elején tudatosítani magunkban, hát hivatalos vagy a hivatalos hangadó történelem meghatározó jelenlegi körökben nem a legnépszerűbb és nem a legszimpatikusabb szereplő. Csak azért jelzem, hogy érthető legyen az, hogy miért volt ilyen hosszadalmas a bevezető. Azért volt, mert nem a szimpátiát fogjuk keresni mondjuk, ilyen szimpátia szavazás révén, hanem az igazságot. És akkor kezdjük onnan, hogy ki volt ez a Nimród a másik úton. A másik úton pedig, nem tudom, hogy lesz-e alkalmunk, de azért igyekszem, kérdés, van-e olyan magyar krónika, ahol Nimród ne a magyarok ősatjaként szerepel? Hát azt kell mondani, hogy Kézai Simon krónikája Kun László királyunknak íródott, Kun László 5. István fia, 4. Béla királyunk unokája volt. Nimród hunornak és magyarnak atya. Ki ez a hunor és magyar? A hunok, vagyis a magyarok, hogy úgy mondjam, ős testvér párosát tisztelhetjük benne. Miről van itt szó? A hunok, vagyis a magyarok. A magyarok, vagyis a hunok. Magyarok nem rokonai, nem testvérei, unokatestvérei, távolabbi vagy közelebbi testvérei. Dobrusenszky Borbál ezt minden egyes alkalommal elmondja, mai kínai írásban is. Hát ami meglehetősen bonyolult tud lenni. A magyar népet, tehát most itt a 21. században, melyik írásjeggyel tüntetik fel? Ugyanazzal, amivel az ázsiai hunokat mondjuk 2-3 ezer évvel ezelőtt. Világos? Hát én még olyan kínaival nem találkoztam, aki a magyar finnugornak tartotta volna. De az, hogy hun, és az, hogy ez mekkora megbecsülést jelent, van egy ilyen betulakodónk, tehát úgy látszik a tudás szomja, hogy vágy, bizonyítani akarja, hogy déli bábozásról itt szó nincs, itt tulajdonképpen rovar röptéről van szó, és ezt tudományos érvekkel is alá lehet támasztani, ott röpül, zavar mindenki, hát nyilván engem is. Na minden esetre tehát, majd csak megnyugszik, ha nem kezd el támadásba lendülni. Tehát rövid tömörséggel, itt arról van szó, hogy római pápa. A Szilveszter pápa nevét sokan szokták emlegetni minden augusztus 20-ai hivatalos műsor alkalmával. Egy dolgot nem szoktak tőle idézni, ami egy kicsit furcsa dolog. Miért? Mégiscsak Szent Atya, mégiscsak Róma püspöke, mégiscsak a római katolikus egyháznak a vezetője. Hát
azért nem mindegy, hogy egy római pápa hogy nyilatkozik Szent Istvánról és a magyarságról. Milyen népnév alatt illeti? Hát Ottónak, harmadik Ottónak írja a következőket. Nem tudom, hogy a szkíták hogy döntenek. De a szkítákra gondolok, szorongás fog el. Ki dönti el Európa sorsát? Ugye ezerkül. Nem tudom, hogy a szkíták hogy döntenek. István a királya a bölcsödétől koporsóig már minden tele van ringatva. De az, hogy mi történt valójában akkor, arról egy hang nem esik. Tehát elnézést, nem én írtam harmadik Ottó német-római császárnak. És ugyanez a Szilveszter pápa így szólítja meg Szent Istvánt, hát nyilván akkor még mint szenté avatva, a szkíták hatalmas királyának. Na most hogy lehet az, hogy római pápa, a Vatikán elég vallásos? Tehát ma egy átlag keresztény meghallja azt, hogy szkíta vagy hun már keresztet vett. Ha nyugodtan teheti, de az öröm és a hála kifejezése révén. Hogy lehet, hogy bennünket szkítának, hunnak tartanak? És nem úgy, hogy talán rokonai lehetnek, hanem ők azok. Ha Mátyás király magyarul szónokol, akkor az itáliai humanista történetíró Bonfini mit írt? Mátyás ékes szkíta nyelven szónokolt. Na most, ha belementünk ebbe a csapdába, akkor itt egy gyors kérdést kell tisztáznunk. Ókor végén, de Jézus születése előtti népek. Kit tartottak a világ legősibb népének? Hát nem fogjuk elhinni. Két nép maradt a küzdőtére. Érezték, hogy baj jön. Érezték, hogy olyan világváltozás jön, hát ami könnyen vezethet egy világ hónapnyi idő alatt el az apokalipszishez. Azt kell mondani, jól látták. Egy világ hónap 2160 évig tart, kerekítve egy világév 26 ezer esztendő. Népek, nemzetek életkeretét, időkeretét nem a kis évkör 365-66 nap határozza meg, hanem hát ez a 26 ezer éves nagy precessziós világév. Kérdés, asztrológia vagy asztronómia? Segítek, csillagászat, világos? Semmi köze a ma ismert asztrológiának. Ez egy kozmikus tény. Földtenger ferdességének köszönhetően billegő mozgás alakul ki a forgásban, és a nap felkelte hely évenként, nem is évenként, 72 évenként ez egy világnap egy fokkal hátrább fog felkelni. És szépen 26 ezer év alatt ír le egy ilyen nagy hátráló kört. Most egy világ hónap pedig 2160 év, Jézus születése indul a halak világ hónappal, tehát amikor megkérdezik, hogy van-e jel, mit mond, hitetlen parázda nemzedék jelet kér, de nem kap Jónás proféta jelet. A Jónás profétát nem egy buldózer ütötte el az utcán, hanem, vagy nem egy elefánt taposta el. Elnyeli a hal. Ember, jön a halak világ hónap. Jézus tanítványai lehetnének kovácsok, lehetnének mezőgazdászok. A főapostolokra gondoljunk. Péterre, Andrásra, Jánosra, Jakabra és a többiekre. Egytől egyik halászok. Ős keresztények jele hal. Ma egy keresztény 2160 év felé haladva, 2022-ben érdekes módon mindenről tud, minden csak a kereszténységről alig valamit. Akkor ne sírassuk a keresztény Európát, hogy elveszett. Hát naponta veszik el bennünk és kopik ki. Mert zsánerekkel, sablonokkal, információkkal telítődünk, de nem a lényegi, hogy úgy mondjam, útmutatásokkal. Tehát rövidre fogva most már tényleg az ilyen jellegű vizsgálódásainkat, tehát ezeket azért tudni kell, hogy érezte az emberiség akkori időkben, hogy most nem olyan idők jönnek, mint eddig volt. Hát eleve halak, vizes közeg, mély tengeri lét. Hát Jézus mit mutat be? Vizen járok. Ez még apostolok közül a legnagyobbaknak sem sikerült. János rettegett a víztől,
Péter meg, amikor elindul a víz felszínén, már két lépés után elkezd süllyedni. Tehát ébredj, nem könnyű itt megmaradni. Ez egy halálos kitettségnek az ideje. Ezért születik megváltó az elején, hogy a halálból megváltson. És felmerül kérdésként, melyik nép az, amelyik a legősibb közöttünk, mondják a régi ismert ókori népek. Miért? Hát mert nyilván neki van a legnagyobb tapasztalata. Két nép marad a porondon. Az egyik az egyiptomi, a másik a szkíta. Nos, egyiptomival tele van minden kirakat és minden eredményjelző tábla. Ha Egyiptom lett volna a világ legősibb népe, az egyiptomiak és az ókori magas kultúrák népei szerint minden tankönyvbe szerepelne. De a szkítát tekintették annak. Na, itt kezdődik a magyarságnak a keresztút járása. Miért? Hát mert ha tudja, hogy honnan indult, milyen távolságból startol neki, akkor ez azt jelenti, hogy a világ történelemben pont nagy válságok idején, egyébként hányszor megtörtént, 1956 is példázta, akkor át tud ugrani, hogy más népek örömmel kezdik el követni. Na minden esetre tehát a szkítát. Szkítának a hivatalos történetírás hány évezredet ad? Ezt magával részletezni szokta. Nem fogjuk elhinni. Egyetlen egy ezer évet sem, hanem Jézus születése előtti 6. századtól a 3. századig. 300 év. Most már kicsit tágítják, hogy 7. évszázadtól. Sőt, a nagyon merészek már preszkítákról 8. század táján már számolnak. Igen, ám te ezzel hova jut? Egyiptomnak viszont 3000 évet adnak. Óbirodalomtól az új birodalom végéig. 3000 évet. Na most, ha maguk az egyiptomiak, nem magukat tekintették a világ legősibb népének, hanem a szkítákat, akkor gyors kérdés, ki hazudik itt? A mai tananyag? Vagy régen mindenki olyan bolond volt és buta, hogy megőrizték a világ teremtése óta a természeti világot a természet által, mi annyira okosak vagyunk, hogy az élet minden területén eljutottuk az apokalipszis világához. Hát érezni, hogy valaki nagyon mellé vetődött. És valószínűleg én egy labdarúgó csapatba sem tenném be kapusnak. Azt se tudja, hogy hogy néz ki a labda. De naponta nyilatkozik dolgokra. A magyar szkíta népnek tartják. Nimródot pedig nem akárkinek. A világ első királyának. És indulunk, most már tényleg nagyon gyorsan, egy bibliai őstörténet irányából. Hát gondolom tudjuk, hogy Nimród megjelenik a Teremtés könyvében. Ez Mózes első könyve, népek táblája, 10. fejezet, bárki felkeresheti, Noé utódairól van szó. És akkor el van mondva, hogy Noé, özönvíz után vagyunk, tehát miről van szó? Özönvíz után tulajdonképpen, özönvíz alatt és előtte, hát Noé a bárkájában menekíti tovább az életet. Na most Sumér hagyomány, mezopotámiai hagyomány, királylistái minden alkalommal úgy csoportosítják az uralkodóikat, özönvíz előtt, özönvíz után. Magyar krónikák, jelesül képes krónika, és minden krónika észre se veszik. Özönvíz előtt, özönvíz után. Na most érezni lehet, elnézést. Ez magyar krónika. Jó, a Bibliából vette, hát van egy probléma. Pont nem a Bibliából vette, miért? Mert pont a Nimród történet, a leszármazási tábla nem azonos a bibliaival. Hány vallástörténész, hány történész hívta fel a figyelmet, biblikus korban Szent István utáni keresztény uralkodók, papi rangban lévő krónikásai horribile dictu. Nem a Bibliából merítenek. Van más forrás is? Úgy tűnik, vannak más források is.
Ez megint hozzá kell szoknunk, mert különben nem nagyon fogjuk felfogni, hogy miről van szó. Tehát, hogy érthető legyen, vannak források, vannak népek. Népeknek vannak saját hagyományaik. És mi most mit keressünk? Mit keresünk? Nem a másik, nem is azt, amit mások általában rólunk gondolnak, hanem az eleink magunkról, hogy vélekedtek. Egy Arany János, egy Petőfi Sándor. Megmondom őszintén, magyar történelem helyett magyar irodalmat tanítanának, semmi probléma nem lenne. Miért? Hát gondoljuk végig, miről szól a magyar irodalom történelemképe, és miről szól a hivatalos történelem tananyaga. Most képzeljünk el azt a gyereket, aki úgymond Arany Jánosnak a művét, a csodaszarvasvadászat, Némród fiai, két egyszülött dalja, csodaszarvasvadászat, Attila, mint magyar király, büszkén kijön az irodalom óráról, bemegy a történelem órára. És mit hall? Kitalálás ilyen soha nem volt, déli bábozás ostobaság. Arany János. Elnézést. Egy szerencséje volt Arany Jánosnak. Nem tőled tanult történelmet, hanem az anyatejjel szívta magába. Na most visszatérve tehát a Nimród történethez. Noénak van három fia, Sém, Kám és Jafet. Egy biztos magyar krónikák vagy Jafet ágáról, vagy Kám ágáról eredeztetnek bennünket. Sém ágáról soha semmilyen körülmények közepette nem eredeztetik a magyar népet. És itt válik izgalmassá a dolog. Mert a Bibliában, az Old Testamentumból Kámnak a fia Kus, és Kusnak lesz a fia Nimród. A magyar történelmi hagyományban, krónikákban, Kézai Simon krónikájában viszont kapaszkodjunk meg, hát ez így már egy kicsit tudálékosnak tűnik, de túl leszünk rajta. Így szól a szöveg. Jafet fia, hoppá. Tehát, miről van itt szó? Nimródot, az ősatyát nem Bibliából vett, családtábla alapján eredezteti, hanem mit mond? Ezt ti így tudjátok, mi viszont így tartjuk. Tehát Jafet, a harmadik fő. Egyébként magyar nyelven Jafet azért mégiscsak egy olyat jelentett, hogy javít. Tehát valami javítani fog. Jafet fia Tana. Elővesszük a Bibliát, Ótestamentumot, népek tábláját, eleve Kám ágáról Kus és Kus fia Nimród jutnánk el, Tana nem is szerepel. Tehát a Bibliában olyan név, hogy Jafet fia Tana nincs is. Magyar krónikákban viszont van. Nos, magyarul mit jelent az, hogy Tana? Hát nem tudom. Egészségügyi maszknak rövidített neve. Vagy bármilyen. Miért? Véletlenül Tan, se többet, se kevesebbet. És Tan a fia Nimród. És Nimródnak a fiai Hunor és Magyar, és a magyarok innen származnak. És tulajdonképpen őstörténeti viták mindig voltak, és Mátyás király udvarában is tulajdonképpen ez jelentette a fő kérdést, hogy mi Kám ágáról származunk, vagy Jafet ágáról származunk. Na most egy biztos, így szól Túróci János krónikája. A világnak bármely sarkán is eredtek, bárhonnan jöttek is a hunok, vagyis a magyarok. Miről van szó? A hunok, vagyis a magyarok. Tehát a magyar nem a rokona, én nem a rokona vagyok magamnak. Tudom, hogy elintéznék mai világba, hogy úgy döntsem el, hogy a fiú most a lány rokona, a lány a fiú rokona, de majd felnő, és akkor majd eldönti magának. Hogy mégis kikinek a rokona. Azonosság. Hunni szíve hungari. A hunok, vagyis a magyarok. És közhelyszerű, hát gondolom tudjuk még egy útlevélben is, milyen néprövidítés szerep. És képzeljük el, Párizsban egy átlag értelmiségi, egy átlag magyar értelmiségivel találkozik. Melyik tekinti a másikat teljesen, hogy úgy mondjam? Hát még ma is itt van, Attila magyar király, mondja a magyar értelmiségi. Hogy lenne az? Hát mi finnugorok vagyunk. E
Távtárs nem tudta ezeket a dolgokat. Most mit fognak mondani? Hát ennek elment az esze. És nem azért tart bennünket az ő leszállt, mert szeret bennünket, hanem hogy érthető legyen. Így tudja, az ő népei tartotta számon. És az elődeik elődei is így fogalmazták meg. Tehát rövid tömörséggel, dicsőségük híreneve szélesebb világon elterjedt. Hála visel dolgaik nagyszerűségének, és a hír mindenfelé fennen hirdeti, hogy felvették a keresztény hitet, hogy derékségük fényeskedik, erkölcseik ékes tisztességben virulnak, hogy katonai kiválóságban, fegyveres vitézségben többi nemzeteket messze-messze felülmúlják. Ebből a nemzetből nemhogy királyok, de még közrendű népből származó emberek nevét is bejegyezték a szentek lajstomába. Várom a mai keresztény megújító köröket, kutassák fel ezeket a keresztény szenteket, magyar szenteket. Mert azért gondolom tudunk, Szent Erzsébet helyett, Szent László helyett, mi annyi mást kapunk kívülről. Észre se vesszük, a magyar szentek nyugodtan az esztendő körét kitöltik, bármennyire hihetetlen. És ha valaki nagyon nagy, akkor el lehet ismerni. Egy Szent Ferenc, mint Szent Erzsébet kortársa. De azért nem árt tudni, hogy Szent Ferenc kit tartott a legnagyobb szentnek a maga idejében. Árpádházi Szent Erzsébetet. Nem ártana azt sem tudni, hogy a világ összes kórháza közül, most ami a földbolygón van, több mint a fele, kinek a nevét viseli? Árpádházi Szent Erzsébetet. Kullogjunk már valami után. Lehetőleg autógyárak után, lehetőleg összeszerelő csarnokok után, lehetőleg multinacionális cégek által kínált jövőképek után, lehetőleg szivárványra fessük az eget éjjel és nappal, mert az már tényleg nagyon jó, lehetőleg szavainktól tartózkodjunk, hogy most egyre melegebb kezd lenni, gondolom észrevettük, tehát valami nagyon elszaladt, ahogy mondani szokták. Tehát ébredjünk fel, Európa kellős közepén vagyunk. És ha megkérdezném, hogy Európa beteg embere hol van. Tehát ilyen múlttal, ebben a jelenben, ennyire semmit egy nép Európa kellős közepén még csodaként sem tudhat, vagy nem tudhat magáról. Mondani szokták, hogy nem akarom mondani, mert nem... Ilyen irányba akarok hangulatot rongálni és rombolni, csak figyelmeztetni szeretnék, hogy semmire nem szorulunk rá. Tehát ha csak ebből a tényből indulnánk ki, hát mely, hol tudják elmondani, hogy egy szentükről a világ Brazíliától Japán kórházainak több mint fele róla van elnevezve. Na ehhez képest érzékeljük, hogyha nem is szimpatikus a dohogás, de egy nagyságrendből nem lehet engedni. Hát minden pedagógus tudja, hogyha egy gyereknek született kisebbrendűségi komplexusa van, lesz abból csoda csatára csapatba? Lesz abból világhírű zongorista? Hát erre mondjuk ne szórakozzunk magunkkal. Nem önáltatásról van szó, hanem olyan gátrendszert építettünk fel magunk körül, hogy onnan nem lehet kívülről belátni, mi meg kívülről nem lát, belülről nem látunk ki. Tehát ki ezt nevezi kilátástalanságra. Tehát visszatérve, Turóczi János kereszténységről beszél. Ekkor gondolja az ember, biztos Szent Istvánhoz fogunk eljutni. Emlékezzünk, mivel indultunk. Tehát ebből a nemzetből nemhogy királyok, de még közrendű népből származó emberek nevét is bejegyezték a szentek lajstomára. És most az égben örvendeznek odajutásuknak. És amma nagy Attila király sem vádolható meg semmiképp. Na most gondolom a mondatok összefüggését nyomon követtük. Kereszténységről van szó. És amma nagy Attila király sem vádolható meg semmiképp, hogy megtagadta származását, hiszen címzésében ott találjuk, hogy a nagy Nimród unokájának vallotta magát. A nagy Nimród unokájának vallotta magát. De a magyarok történetéről írt krónika második könyvében is, ahol a második bejövetelükről van szó, ezt majd részletezzük más alkalommal,
azt olvashatjuk, hogy magyarok, maguk a magyarok is a Nagy Nimródra vezetik vissza eredetüket. Pont. Kérdés. Mátyás művelt király volt? Következő kérdés. Volt-e Európában Mátyás királynál műveltebb uralkodó? Következő kérdés. Volt-e olyan nyelv, amelyen Mátyás király Európában ne tudott volna megszólalni? Soroljam a dolgokat? Nem arról van szó, hogy engem szalasztottak délibábos, lelkes álmodozóként, hanem arról, hogy a magyarság királyától az utolsó paraszkunyhóig magáról, hogy nem is vélekedett, milyen ismeretekkel rendelkezett. Hát ha ez elvész, akkor lehet tudni, hogy beáll a zavar. És mi a probléma? Az, hogy Nimród viszont az özönvíz utáni emberiség újrarendezésében a legpozitívabb szerepet töltötte be. Mert özönvíz, gondolom, tudjuk, hogy mit jelent, elpusztul minden. Ma így szokták mondani, hogy újraindítjuk az országot. Tehát újra kell indítani a világot. És ki indítja újra? Nimród a világ első királya. Ki volt Nimród? Az egész világ, tehát a Biblia tanúvallomása szerint ő volt az első király a Földön magyarul, ő adott struktúrát a népeknek, országoknak, társadalmaknak, és ha nem Nimród lenne, akkor kultúrhérosznak nevezni. Hogy az új élet reménységét elviszi egy, hát előzőleg elpusztult világ túlélői számára. Tehát Kus nemzette még Nimródot, ő volt az első király a Földön. Na most ahány biblia fordítás, én is az egyikből veszek, ha nem szóról-szóra felel meg, akkor tudni kell, hogy ezek fordítás változatok. Nagy vadász is volt az Úr előtt. Azért vált közmondássá. Remélem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy közmondás. Ez azt jelenti, hogy közmondás. Tehát ahogy Mátyás az igazságos, ugye az emberiség körében volt egy mondás. Olyan nagy vadász, mint Nimród az Úr előtt. Komoróczi Géza, akire a Világosság folyóiratban 1970-es évek elején Nimródnak szentelt egy tanulmány, ő abból Komoróczi Géza neve gondolom ismert, és gondolom azt is lehet tudni, hogy elfogultsággal még csak véletlenül sem lehetne megvádolni. Na ő hogy nyilatkozik? Nimród alakja közmondásos a keleti népek történelmében. És itt valamire figyeljünk fel, lehet, hogy nem így írja a keleti népek történelmében, de gyakorlatilag erről van szó. A keleti népek, amelyek bennünket ma is ismernek. Nimródot ismerik, vagy nem ismerik? Hát ő a világ első királya, közmondásos szerepel. Na most Nimród elsőszülött fiai hunor és magyar, a hunok, vagyis magyarok, tehát magyarok kitől származnak? Nimród, Keblemre magyar, mondja a szik Stein Aurélnak, hogy érthető legyen. Na így jutunk szépen tovább. Birodalmának kezdete volt Babilon, Ered, Akkád és Kános Inár földjén. Na most nem némi humor nélkül mondom, de van-e olyan bibliai földrajzi név, amely jelentős, és nincs meg a Kárpát-medencében? Azt mondom, Betlehem. Betlehem Gábor. Betlen Gábor. Ugyanis Betlen Gábor, Betlehem Gábor. Tehát Betlehem és Betlen ugyan annak a névnek, hogy úgy mondjam, kicsit összefogottabb, vagy terebélyesebb változata. Megnézzük ezt a közel-keleti térséget, bármelyik biblia térképen. Ilyen nevekkel találkozunk. Arad, Árpád, lehet véletlen, de van Emese is. Van Emese is. Most ilyenkor az ember a Táborhegyre felmegy, és úgy vakarja a fejét, hogy én most milyen nyelven jöttem fel a Táborhegyre. Mert azért ennek van egy jelentése. Most hangsúlyozom, nem ezen az úton indulunk el, csak jelezni szeretnék valamit, hogy Bábel vagy Babilon Kárpát-medencében családnévként is
földrajzi névként is jelen van. Kalocsai érseknek mi a neve? Na most hangsúlyozom, tehát, hogy érthető legyen. Nimród országának kezdete, nyilván nem fogok egyenlőségjelet vonni, csak ha van egy ősi idő, ott kell lenni egy ősi nyelvnek is. És pont Nimród hagyomány körön belül jelenik meg majd a bábeli nyelvzavar. Na most addig a népek a hagyomány szerint egy nyelven beszéltek. Ha Párizsban a Sorbonne 70-es években készítenek egy nyelvtörténeti vizsgálatot, hogy epitonok közül melyik nép ősgyökök most egyszerűen fogalmazva, melyik nép nyelvében van az emberiség nyelvei közül a legtöbb ősgyök? Nem fogjuk kitalálni. Szanszkrit? Nem. 30% a szanszkrit. Elég ősi nyelv? Hát bizony nagyon ősi nyelv. Görög? Erre mondják ha-ha-ha. Kacaga falóba. Hát jó, az kacaghatott. Latin. Nem. Ezek mind 50% alatt vannak. A magyar 67% körül van, és az összes többi az 51 se éri el. Na most ezeket ám nem ártana mondjuk általános iskolában, magyar nyelv és irodalom keretében időnként tanítani. Miért? Mert nem mi mondjuk. Nem mi mondjuk. De ha én mondom, nem igaz. Ha a párizsi nyelvészeti tanszék állapítja meg, akkor igaz, de ez a magyar nyelvre nem vonatkozhat. Tehát lehet érzékelni feje tetejére állított világ. Feje tetejére, hát azt tudjuk szépen meg lehetne fordítani. Itt jön egy nagy meglepetés, amit már pedzegettünk végig. Nimród gyakorlatilag az egész ismert kelet magas kultúrák keleti vidékéről van szó, közmondásos főszereplőjévé lép elő. Egy emelettel feljebb megyek, tehát ez azt jelenti, hogy Kaukázustól nem délre, hanem északra, Atlanti-óceán partjától, nincs tévedés, Csendes-óceán partjáig. Csak egy gyors kérdést teszek fel. Hol van Attila király sírja? Legendás sírja. Hát ha Párizsba járok, akkor természetesen mit mond a művelt európai, hát ez nyilván nem a mai állapotokat jelenti, francia állampolgár. De 50 évvel ezelőtt még ez nyílt titok volt, mivel tanulmánykötetekben is megjelent. Hát a Szajna folyó medrébe van Attila eltemetve. Az ember azt mondja, jó. Akkor most nézzünk át német területre, Rajna folyó mentén. Mit tart a német hagyomány? Hol van Attila eltemetve? Kérdés? Hát a Rajna folyó medrében. Szajna, Rajna, hát a betűk, a hangok vannak benne, biztos összecserélték. Na nézzünk a csizma szárába ugorjunk be, Alpokon ugorjunk át, Pó völgye. Attila hol van eltemetve? Persze, hogy a Pó folyó medrébe. Hát itt már lehet érezni, hogy gond lesz, miért? Mert jövünk a Kárpát-medence irányába. Hát azért gondolom tudja mindenki, ki hol lakik. A Maros mentén Attila ott van eltemetve, Duna mentén Attila a Dunát, a Tisza orvosszal vezet, de azért nincs olyan kisebb, nagyobb folyó, hogy Attila ne ott lenne eltemetve. Kilépünk a Kárpát-medencébe. Attila hol van eltemetve? Hogy a Don folyó. Eleve mit jelent az Attil név? Török népek nyelvén. Nagy folyó, Etel, Itil, Attila, az a Etel köz, folyam köz, ugyanúgy Mezopotámia jelentése. És így jutunk el a sárga folyóig. És hol van Attila eltemetve? Menjünk el a mai kínai területekre. Attiláról úgy beszélnek, hogy szinte suttogva, mert nem lehet tudni, hogy mikor bukkan föl. Csak jót lehet róla mondani. Most az ember, hogy elkezdi ám így, megint csak így, hogy a bubánatban van ez? Akármennyire nagy király volt Attila, akármennyire hármas a koporsó, azért nyilván csak egy helyen lehet. De más a hagyomány. Tehát akik övének tartották, magukénak érezték, a délszláv népek Mátyás király mind a mai napig magukénak érzi. Csak velünk ezt nem közli senki.
és nem szerb királynak, szlovén királynak tartják, vagy bulgár királynak, vagy horvát királynak, vagy szlavon királynak, hanem magyar király. Bármennyire hihetett, jön a magyar, letagadja. Hát nem volt magyar származású. Szilágyi Erzsébet nem volt magyar származású. Hunyadi János. Hát az ember kezd úgy belezsongani. Ja, én meg majd eldöntöm, hogy hogy döntök. Igaz, most már lekéstem róla, de majd valahogy így egy regresszióval megoldható egy óvodáskori választás lehetősége. Na most, ez az északi mező. Átjövünk a Kaukázuson, kiderül, hogy hoppá, Nimrodról szól minden. Mai Törökország területén van egy hegy, ez a neve Nimrudag, gondolom ismeri. Szeleukida uralkodónak a síremléke van fenn. Érdekes módon nem görög Szeleukida vagy Nagy Sándor Makedón viseletében jelennek meg, hanem pártus viseletben, de ez egy külön kérdés. Onnan az Eufrátesz kanyarát is nagyon szépen lehet látni, még az indulás, sok indulásánál. Akkor jövök szépen lefelé, és gondolom előttünk van Csontvári Koszka Tivadarnak a nagyon híres három nagy festmény tartott ő pályafutása három mérföldköveként, Tarpatak a Tátrában, Taormina görög színház romjai háttérben az Etnával, ez Szicíliában, és Bátek. És úgy mondja, a magyar őstörténet szempontjából ez a három kulcsfontosságú tétel jelenik meg, hogy miért ezt nem részletezem. Na most egy biztos, ha valaki eljutott Baalbekbe, de Csontvári festményéről ismerni lehet, mert az úgynevezett baalbeki áldozó követ cédrusok kíséretében külön megfesti. De gondolom előttünk van, híres hat oszlop maradt meg az eredeti annyiban, hogy ez egy új római kori építészetnek hat oszlopa, ami önmagával is csodálatra méltó, mert túl több mint 20 méter magas. De a földrengések gyakorlatilag a romos templomot ebben az állapotban hagyták örökül. Na de kiderül valami. Baalbek nem a késő római kori Jupiter templom miatt érdekes, hanem a több mint 10 000 évre datált még régebbi szentély rendszeréről, ahol a kövek, hát gyakorlatilag, hogy így kicsit körülnézzük, mint innen a mennyezet, tehát ez a magasság, és körülbelül ebbe a terembe 4-5 ilyen kő férne bele. Erre épült fel a baalbeki híres, úgymond napszentély és Jupiter szentély későbbi korokban. Bárki fényképeken meg úti beszámolókon internet tele van vele. Most a hagyomány szerint ezeket a hatalmas oltárköveket, mert nem Egyiptomban van a világ legnagyobb egybe kifaragott kő, hanem itt Baalbek mellett a kőbányával, amit oltárkőnek akartak kifaragni, és Csontvári írja is, hogy költőileg a Baalbek képet kiegészítette, mert a kőbányában lévő oltárkövet az beviszi a hat oszlop alá, és úgy festi meg. Tehát ez egy költői kiegészítés. De túl van tárgyalva, gondolom, sejtjük. Szíriai keresztény hagyomány szerint kialapította Baalbeket, ezeket a hatalmas oltárköveket. Itt teszem fel a kérdést, ki lehet találni? Nimród. Golán fennsík, hát vitatott státuszú, lényeg az, hogy egyik országnak nagyon fontos vér, mert hát az ivóvíz készlet az utolérhetetlen, ami ott van. Mind a mai napig egy izraeli úti könyvet fellapozunk. Golán fennsík, Nimródvár. Nimródvár. Az ember úgy tűnődik, hogy én is várok valamire, na de pont itt, mind a mai napig az ember nem feltételezte volna, hogy meghagynak ilyen neveket. És akkor nem tudom, hogy mennyire ismert Mark Twain neve. A gyerekkorunk tele volt. Vele hát kiváló regényeket írt. Utazás 1867. Az est leszállta után elértünk sátrainkhoz, egy Szilas Balhás nevű piszkos kis arab falu közeli, elnézést ő írja, nem én mondom így, arab falu közelében. Persze a helység valódi neve el ez vagy amaz, de a fiúk még mindig hajlandók elismerni az arab neveket, vagy megpróbálkozni kiejtésükkel. Most
lépek egy nagyot, mert hosszadalmas lenne felolvasni a teljes oldalt. Nem bocsátkoztam volna ebbe az értekezésbe a szíriai falamakból, írja Mark Twain. De úgy áll a dolog, hogy Nimród a Szentírásból ismert hatalmas vadász, tehát Nimród. A Szentírásból ismert hatalmas vadász Szíles Balázson van eltemetve. Pont. Hát ugye emlékezzünk az előbbi menetre, Szajnától mondjuk a Jangcéig, vagy valamelyik kínai folyói, tehát ez körülbelül ekkora az értéke. De mi a lényeg? Ha van egy domb, ami jelentős, hogy szól ma is a földközi tenger szíriai partvidékétől az Indus völgyig, hogy szól a hagyomány? Hát Nimród van ott eltemetve. Hát még annak idején a nagyszíksos kincsek, Szeged környéki ásatások, Móra Ferenc is beszámol róla, eleve részletben. Ha valami jelentős érték a Kárpát-medencében aranykincsként előkerült, Nagyszent Miklósi kincs, majd Pap Gábor értekezni fog róla. Kinek tulajdonítja abban a pillanatban a hagyomány? A mondai hagyomány. Akár kié volt, de kié volt. Attila király kincse. Na most 21. században, hangsúlyozom, kicsit lejjebb megyünk, közelítünk a ráktérítő irányába, de még feljebb vagyunk, ma is élő, eleven, jelenlévő Nimród hagyománykör van jelen. És akkor ne csodálkozzunk, ha arra vetődik egy magyar, hogy tulajdonképpen milyen kapukat fog kinyitni. Tehát minden esetre szaladok szépen tovább. Nimród a Szentírásból ismert hatalmas vadász Szilás Balázson van eltemetve. És óhajtottam, hogy az olvasónak legyen valami fogalma utolsó lakhelyéről, akár csak Homérosznak, neki is számos sírja van, de ez az igazi hiteles hely, ahol hangvai nyugszanak. Na most, megyünk át gyorsan a mezopotámiai ásatásokra, és például, kitől lehet idézni, van egy kiváló, Henry Layardnak hívják, ő angol származású, Párizsban született, Ninive romjait ő ásta ki. Következőket írja. De ezt nem is ő írja, hanem Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Babilón és Asszíria 1906, 1906-ban még jelentek meg ilyen művek. Magyar Tudományos Akadémia, Mahler, de Babilónia és Asszíria. Így szól a szöveg. A legérdekesebbek egyike bizonyára az, amely Layarddal esett meg, amikor a midőn az egykori Kálhi, a mai Nimród romhalmai területén egy óriási szárnyas emberfejű oroszlán szobor, ilyenek díszítik a királyi paloták bejáratait, fejét megtalálta. És csak hamar az a hír terjedt el, hogy a hatalmas Nimród fejét találták meg. Tehát ki alszik benne az ókori tájban? Nimród. Fordul egyet. Hát az asszír pont ettől az erkölcstől volt a legtávolabb, de ezt egy arab lakosság honnan tudná? Ő egyet tud, Nimród hatalmas. Ő volt az első király a földön. Mint ahogy délszláv népballadák elmondják, Mátyás király nem halt meg, budai várhegyben alszik, fekete sereg körülötte alszik, és ha teljesen elromlik a világ, végveszélybe kerül az emberiség élete, a hegygyomra megjelenik, Mátyás pedig fekete serege élén kilovagol, mint magyar király. Tehát ha történetesen diplomáciai tárgyalásokat akarnék folytatni balkáni országokkal, akkor azt is lehetne mondani, nyugodtan meg lehetne tenni, mert Mátyás király ma is ebben az egymás ellen kijátszott helyzetben meglepő módon közös nevező. Csak akkor felmerül a kérdés, ki ugrasztott bennünket össze? Gondolom érzékeljük. Hát ha ti úgy valljátok, hogy majd Mátyás menti meg a világot, magyar királyként, fekete sereg, és nem halt meg, hanem alszik. Tehát azért hozom ezeket a mondai párhuzamokat, hogy úgy érezzük, hogy jut belőle nekünk éppen elég ahhoz, hogy úgy aludjuk álmainkat,
hogy mindenről még csak véletlenül se tudjuk. De a Matrixról kell tudni. Arról hát az kultúrember csak kultúrember, és véleményt alkot, hogy ez rosszabb, mint az volt. És kit érdekel, hogy rosszabb? Úgy rossz, ahogy van. Világos. Manipulálnak éjjel-nappal. Hát nem ez a műveltségnek a fokmérője, hogy én rossznak vagy jónak tartok valamit, hanem az, hogy oda se figyelek. Na most ez a legkevesebb egyébként, mert oda kell időnként figyelni. Tehát, és vannak ilyen ábrázolások egyébként, hát egy szárnyas bika ember feje, az ilyen ember magasságú. És képzeljük el, amikor ásatás közben szembe találja magát az ásató egy ilyen fejjel, kiugrik a 30 méteres gödörből, mert olyan mélyre ástak már le, szalad be a faluba, hogy Nimród itt van, felébredt. Most nem kisebb dolog történik meg, mint ez. Hogy a senk törzséből két arab vágtat felém, és így kiáltott az egyikük, ezt Layard írja a naplójába, ásatási naplójába. S ilyes az ásó embereihez, mert magát Nimródot találták meg valla. Csuda dolog ez, de igaz, saját szemünkkel láttuk, hogy csak egy az Isten. Most ez eléggé olyan jellegű dolog, hogy megint a bocsánat kérésnél tartok. Akkor ki játssza a világban ezt az utolérhetetlen főszereplet? Tehát előjön valami a föld mélyéből, még csak mégse véletlenül se Ninir Tukulti Ninurtának fogják nevezni, vagy Asszurbani Pálnak, hanem bármi előjön a múltból. Az ki lesz? Nimród. Na de miért? Ő az első. Ő a példaadó. Tehát tulajdonképpen hozzá kellene igazodni. És hát ezek után még talán egy dolgot meg lehet szünet előtt említeni, ami egy kicsit visszavezet hozzánk bennünket. Emlékezzünk vissza, és van még egy építészeti emlék, amit a hagyomány meglepő módon Nimród építészeti hagyatékának tulajdonít, de pont Magyarországon ezeket az építészeti emléket vagy UFO-knak tulajdonítják, vagy az atlantisziaknak. Most gondolom érzékelünk valamit. Hát, ha lehet mondani azt, hogy nesze semmi, itt van, fogd meg jól, szaladj vele jó messzire, akkor általában az pont ez a kategória. Ennek kiegészítő párja jön a tudós, és azt mondja, mint tudjuk, mit? Hát, mint tudjuk, varázsszavak is vannak. Mert ha azt mondja valaki, hogy mint tudjuk, így kezdődik, én, aki nem tudom, már elkezdem összehúzni magam. Jó, hogy megint kimaradt egy osztály az iskolában. Igen, jó volt az a film, de pont akkor azért nem kellett volna azon az órán ülni, mert, mint tudjuk, én ezt nem tudom. Keopsz fáraó építette azt az építményt. Na most nézzük, hogy szólnak a magyar krónikák. Tehát Kézai Simon krónikája, Kun László idejében. Tehát miután a vízözön pusztítása folytán Noé és három fia kivételével valamennyi élőlény megsemmisült, végül is Sémtől, Kámtól, Jafettől vízözönt követően 72 nemzetség származott. Most emlékezzünk, 72 bővös szám, miért? Egy világnap 72 évnyi időben telik, tehát tulajdonképpen ez az az egy fok, ami 72 év mentén fokról fokra szépen aztán 26 ezer éves körbe torkollik bele. Tehát amikor ilyen számokkal találkozunk, hogy 72, nem 72-ni akar valaki, hanem lehet tudni, ezeknek van kozmikus jelentősége. És nem az a lényeg, hogy 82 törzs származott, vagy 13, hanem hogy érezzük, hogy a teremtett világ rendjében ez fogja az emberiség keretrendszerét meghatározni. Jafet törzséből származó Ménrót, az óriás, a Tana fia, hát ezt már megtárgyaltuk, vízözön utáni 11. más változatban 201. évben. Na most kevesen tudják, amit illene tudni. Noénak Nimród a dédunokája. Tehát Kus az unokája. Tehát
Sém, Kám, Jáfet a fiai, és ha a bibliai leszármazást veszem, tehát a Kuságáról vagy Kámágáról származik, akkor Kám és Jáfet, tehát innen számítom, azért mégiscsak unokarangban jelennek meg. Ha közvetlenül mondjuk Kus vonalán jön, tehát aki unoka, elnézést, és az ő fia, hát az nyilván dédunoka. Tehát akár honnan nézem, akár mikor volt a mitikus, titokzatos özönvíz. Egyet lehet róla tudni, én sem tudom, ő sem tudja, tobálózunk. De minden nép hagyománya tudja. Az óceáni népek hagyománya éppen úgy tudják, mint a prérindiánok. És nem hittérítőktől tudták meg. Tehát van egy egyetemes özönvíz emlékkép az emberiség történelmében. És utána szinte az első megújulásnál már ott van Nimrod. Egész rokonságával együtt toronyépítésbe kezdett. Na most, itt válnak el a hagyományok. Mit mond a ma súlykolt hagyomány, ami eléggé egyoldalú? Hát Nimrod gőgös volt, Nimrod le akarta lőni az égről még az Istent is, hát magára az Istenre vadászott, tehát minden rosszat képesek elmondani róla, és az önistenítéshez még hozzátartozott az is, hogy egy olyan tornyot akart építeni, ami az égért. Na most nem kell Nimrodnak lenni, főleg ha valaki mondjuk ilyen sivatagi területeken járt már. Hogy? Nincs az az építmény, amit én a Földön elkezdek építeni, és az égig fog érni. És van még egy apróság. Kedves Nimrod, vannak magas hegyek. Legalább menj fel a legmagasabb helyre, hát azért métereket. Gondoljuk végig, hogy 3000 métert megtakarítottál az építés szempontjából. Tehát erre mondják azt, hogy teljesen kajakra, nem tudom minek veszik az embereket úgy általában. Tehát Nimrod azt gondolja, hát tégláról, tégláról, majd csak felérünk az égbe. És közben nézi a vándormadarakat, akik úgy eltűnnek az égbe. Úgy röptükbe. Tehát a Nimrod az mégiscsak ilyen volt. Na most nézzük meg, hogy a másik hagyomány szerint miért építette volna Nimrod a tornyot. Tekintettel a korábbi veszedelemre, hogyha a vízözön megismétlődnék, a torony oltalmában kikerülessék a bosszuló ítéletet. Magyarul normális emberről van szó. Tehát ez mit jelent? Ha én kirándulni megyek, mondjuk családdal valaki kirándulni megy, de több napra, akkor véletlenül nem készül fel arra, hogy lehet, hogy megváltozik az időjárás. Történetesen lehet, hogy rossz idő is. Tehát úgy kell felkészülni. Tehát fel kell készülni, hogy lesz még baj. És ha azt mondjuk, hogy erős vár a mi Istenünk, hát a kereszténységben ki a drágalátos, kikezdhetetlen, rendíthetetlen torony liturgikus énekekbe? Érdekes módon innen a női minőség lép elő. Hát Szűz Mária, hol van? Nézzük meg róla szóló énekeket. Aztán van egy olyan szent tornyot tart a kezében, erről lehet felismerni. Ha kereket tartanak a kezébe, akkor Alexandriai Szent Katalin. Ha sárkányt sétáltatna, akkor Antiókiai Szent Margit. Ha torony, akkor Szent Borbála. Akkor Szent Borbála is úgy gondolta, hogy majd az égig érő tornyot fogja megépíteni. Erős vár a mi Istenünk. Szűz Mária is úgy gondolta. Azért, hát erősség. Tehát amikor jönnek a viharok, jönnek, meg tudjuk-e az életet egy erősségbe oltalmazni? Tehát a vízözön megismétlődnék, a torony oltalmában kikerülhessék a bosszuló ítéletet. Maga a torony négyszögletesre épül magassága, ezeket most nem is olvasom én végig, most jön a lényege. Magasságra elgondolásuk szerint egészen a hold köréig kellett volna emelkednie. Na most minden csillagász tudja, hogy a naponta rémkéhírkén örömmel jelentem, nincs olyan pillanat, hogy egy meteor, egy aszteroida éppen ne a Föld felé tartana pont. Világos? És akkor szallag címek, óriási méretű aszteroida száguld a Föld felé. Halandó atyafi elolvassa,
a mai kis rettegésünket megint megkaptuk. Tehát ennél sikeresebb lesz az éjszakai rémálom. Tehát ha már egymástól oltottak, oltatlanok nem félnek, akkor minden esetre majd ettől lehet félni. Igen, ám, de mindig elhangzik valami. Ez a hold körén kívül megy. Mikor van kozmikus katasztrófa? Hát a hold kering a föld körül. Tehát a földi életet, ha a holdig nem tudom biztosítani, bármikor az özönvíz, mint kozmikus katasztrófa bekövetkezhet. Tehát még egyszer elmondom, ha egy ilyen tömegű égitest törmeli, a hold pályáján belül jön, akkor van nagy baj. És akkor már nincs módosítása lehetőség. Tehát mit jelent egy katasztrófa elhárítás a hold köréig? Az, hogy nem csak háztól házig és műholdtól műholdig tud tájékozódni, hanem minimum egy naprendszeri, minimum egy állatövi, minimum egy tejútrendszeri közegben. Régen az eget, az égboltot, most így fogalmazok, tündérek népesítették be. Most műholdak. Felnéz egy gyerek, nem a mennyből az angyalt várja, hanem ismerő prána jána, természetesen ilyen módra. Teljesen bezárkózott beteges emberi világ. A leépülésnek az utolsó stádiumában. Nem ismeri a világot. Nem tud semmit a világról. Na most egy biztos, ténylegesen így van, én megkérdezem magyar embertől, hogy hány hold földed van. Hát Szűz Mária hold sarlónál. Szűz Mária a közben járó megmentő. Tehát akárhogy nézem, lehet érzékelni, ha valaki a menedéket. És még egy apróság. Miért akarta a holdig? Most nagyon szépen lehet a holdsarlót látni, de napi egyenlőségi időkben, tavaszi és őszi napi egyenlőség idején nem bárszerűen vagy szabjaszerűen áll a hold földről nézve az égen, hanem ebben az alakban van. Na most ez mire emlékeztet? Hát egy bárkának pont így fog kinézni, hogy úgy mondjam, az a csónak vagy hajó része. Tehát itt lehet érzékelni, hogy elképesztő összefüggések jelenhetnének meg. És olvasom tovább, és ezzel a szünet is pillanatok alatt bekövetkezik. Hol vannak ezek a Nimród által épített építmények? Núbia és Egyiptom között feküdt. Maradványait, most jön a lényeg, maradványait a Memphisből Alexandriába utazók ma is láthatják. Na most mit látok én Memphisből Alexandriába? Kicsit pontatlan a leírás. Hát nem Memphisnek, nem Alexandriának fogják hívni, hanem gízai piramisoknak fogják hívni. Na most itt azért megdöbben egy pillanatra az ember. Már ezt is? Gondolom érzékelünk valamit. Tehát nem én vallom, megmondom őszintén, engem ez a nagy lázba soha nem hozott. De egy biztos, ókori népek egy bizonyos időben, és a mai tudomány se áll nagyon távol, ha közelít a piramis építészet felé, ahelyett, hogy három dolgot vennénk komolyan. Tehát egy. Tehát ez a három biztos. Nem tudjuk, kik építették. Nem tudjuk, miért építették, és nem tudtuk, hogyan építették. Na most milyen egyszerű lenne, ha minden ember csak így becsületesen ezt a hármat, mint egy imamalmot úgy szépen magában forgatná. És vajon miért? Mert lehet, hogy akkor az építmény is meg tudna szólalni. Tehát nem az én elképzelésemet kell rávetíteni, hanem hagyni kellene, hogy ő végre megszólaljon. Na most egy biztos viszont, amit mindenki megállapít. Ez a gúla alak végeredményben. Egy négy elemre épülő földi tan vonatkozásában. A földrengésnek kiválóan ellenáll. Kairó, gondolom, tudjuk, nem egyszer földrengés áldozata lett. Piramisok egy
semmi, meg se kottyant nekik. Tele van Egyiptom ilyen közmondásokkal. Levegő, szél. Hát abban a pillanatban bármilyen hatalmas szélsebességgel széltömeg neki megy a falának, hát már térül el. Tűz nem fogja megfogni. És ami ebből a szempontból a vízözön gondolatából a legfontosabb. Hatalmas nagy súlyként rák nehezedő víztömegnek milyen forma tud leginkább ellenállni. És ne felejtsük el, a négy jégtáj felé van tájolva. Tehát mindezt miért mondom? Mert Kézai Simon magyar királynak, magyar krónikában érdekes módon, aki ráadásul katolikus pap Kézai Simon, nem a bibliai hagyományból szemezget, hanem úgy tűnik, hogy van egy önálló hagyomány. És hát szünet után, de elnézést érzem, hogy be kell fejezni, tehát a szünetet tartani fogjuk, de lezárva, mert szünet után egy csillagászati vonatkozásokat fogunk kicsit megvizsgálni. Tehát Nimrodnak általában a csillagászathoz és egyéb hagyományokhoz való kapcsolatát. A magyar hagyomány mennyire komolyan tekinti a nimródi származásvonalat. Az ország nyugati felében azért az Eszterházy családot ismerni kell. Na most, Kismartoni kastélya, nézzük meg az Eszterházyaknak, és itt két pontos nádort lehet megemlíteni, Miklós és a fiát, Pált. Tehát Eszterházy Pál nádor. És azért ne felejtsük el, ők úgymond Habsburg hűségen lévő magyar főurak voltak, korrigálni kell. A Szent Korona hűségén lévő magyar főurakról van szó, miért? Mert magyar király az sajnos, vagy néha hála Istennek, akit a Szent Koronával megkoronáztak, és akárkit koronáznak meg a Szent Koronával, a nemzet azt elfogadja. Terra Papp Gábor azért itt részletesen, ez nem vakhitről van szó, majd látni fogjuk, hogy milyennek a mélyebb, magasabb értelme. Na most, ott van egy olyan magyar előd, arckép, szobor, mellszobrok, csarnok, a Kismartonba érdemes elmenni. Attila, Buda, Őrs, Árpád vezér, ekkora keresztel az a mellkasán, hogy érthető legyen. Na milyen üzenet ez Bécsben, akkori időkben? Szent Istvánnak nyoma nincsen. Miért? Árpád vezérik, ha jól emlékszem. Ott vannak a magyarok ősei, a szkítiai elődök. És elmegyünk a fraknói kastélyukba, hát határon túl, akkor mit látunk? Eszterházyak családfája. Több Csaba királyfi vonalát. Baj lesz, Eszterházyak, nagyon műveltek vagytok, nagyon Habsburg pártiak vagytok, de azért ezt mégsem kellett. Azért csak Szent István után lehetett élet. Minden esetre nem így tudták az elején. Emlékezzünk epigrammára, Zrínyi Miklós költeményére. Na de ez a legkevesebb. Honnan származtatják magukat? Nimrodtól. Tehát Nimrodtól. Miért? Emlékezzünk Túróczi János krónikájára. Nem csak a királyok származnak Nimrodtól. Hát mit ír Kézai Simon? Minden hunnak, vagyis magyarnak egy apja és egy anyja. Ez ma nagyon nehezen elképzelhető dolog, gondolom érzékeljük, de hogy érthető, nem olyan, hogy keressük a legújabb tudományos elmélet szerint magunkat. Elnézést, lélekből keresd magad. És képzeljünk el a fiamat, én a legújabb tudományos elmélet szerint elkezdem keresni. Iskola után, és hazamegy, és mondom, várjál, ne haragudj, ez az elmélet, ez most, ezzel még gondok vannak. Addig nem fogok rád ismerni. Tehát vannak olyan dolgok az életben, amelyek nem a tudomány vagy a tudománytalanság kategóriájába tartoznak, hanem az élethez tartoznak hozzá. És nekem fontosabb az élet, mint bármilyen más elmélet az élet. Majd, ha az életet megéltem, elejétől végig, akkor a végén az életpálya summázataként utódokra útmutatásokat rá tudok hagyni, hogy ne tévedjenek el. Aztán vagy megfogadják, vagy nem. Na figyeljünk oda a Kurucz költészet, hogy fogalmaz, és ezzel jön a szünet.
tűz és víz között megütközött kis Magyarország. Ne felejtsük el, pont a három része szakadt ország utóidejében vagyunk. Tűz és víz között megütközött kis Magyarország. Végromlásra, hervadásra hajlott szép virág. Leszegik, tördelik szállásadó gajjait, elhányják, nem szánják tűzre vetni ágait. Vagdalják, és azt mondják, nem kár vágni, felbárdolni minden tagjait. Na majd ez 1920-ban be is következik. Nimród ágyékából, dicsőség házából származott fényes virág, kit az irítségnek s eleven férgeknek mérges foga most is rág. Tehát nincs a magyar hagyományba olyan atyafi, második Rákóczi Ferencet is beleértve, tehát Széchenyi Istvánt is beleértve, József Attilát is beleértve, tehát érezni kell valamit. Vagy ők voltak évezreden keresztül buták, és én most nagyon okos, vagy éppen fordítva. Egy biztos, ők a butaságukkal, idézőjelbe, déli bábosságukkal kultúrát tudtak teremteni. Örökséget tudtak hagyni. Én a nagy eszemmel, jól értesültségemmel, legfeljebb csak az iPhone-nak a ernyőjét tudom nyomogatni. Ilyen nagyon jó hatásfokkal, és azt mondani, hogy ez már tényleg a szünetnek az ideje. Tehát egyet olyan mondani. Olyan 9 óra körül, de ezt ne, senki ne vegye, hogy hozzászoktak, ezt kezdek olyan problémát. Megpróbálom egy olyan jó, erős 3-4 órába összesűríteni a következő rész témakörét, de hát a nimródi hagyomány kör, de ez általában mindennel így van, hogy el lehet mondani dolgokat pár perc alatt is, és ugyanakkor a világ végéig lehetne beszélni, mesélni. Róla a Nimród hagyományköre az meglehetősen tágas és hatalmas ahhoz, hogy itt ilyen rövid idő alatt végighussunk dolgokat. Ráadásul olyan képeket, például, amit Papp Gábor művészettörténész szokott Nimród téma okán vetíteni, hát el kell hagynunk. De egy-két képet én is vetíteni fogok. Ez, amit láttunk, a Képes krónikából való. A Képes krónika Nagy Lajos magyar király számára íródott, festődött 1358-ban. És hát Képes krónika is természetesen indít egy őstörténettel. Ugyanakkor ez már olyan kor, hogy észreveszi a szerző azt, amire én is itt felhívtam a figyelmet, hogy van egy probléma, van egy gordiuszi csomó. Ez pedig a származás történetben mutatkozik meg. Tehát ha a Bibliában az szerepel, hogy Kám fia, Kus, Kus fia, Nimród, akkor a magyar krónikákban hogy lehetséges az, hogy Jafet fia, Tana, Tana fia, Nimród. És egyáltalán, hogyha a nagyegyházon belül egy hagyomány, ami akkor azért még nem volt annyira izmos, de nyilvánvaló módon egy királyi udvarba ezeket a szellőket lehetett érzékelni, annyira elutasító Nimród személyére vonatkoztatva, és egyáltalán az első király, szakrális király szerepkör vonatkozásában, akkor most mi lesz? És rögtön a Képes krónika elején van egy olyan kis bevezető rész, aminek ez is a címe, hogy az őstörténet, vagy valami hasonló, a Biblia szerint. És ott jelzi, hogy ez nem feleltethető meg a magyar hagyománnyal. De ne felejtsük el, hogy 1301-ig tulajdonképpen Nimródtól kezdve Hunor magyaron keresztül, és a világ történelemben ilyen hagyomány gyakorlatilag nincs. Egyiptomi fáraók leszármazási hagyományában sincs ekkora hatalmas évezredeket áthúzó leszármazási vonal. Aki egyiptológiával foglalkozott, mindenki tudja, hogy ópirodalom, királydinasztia, átmeneti kor, zőrzavarkora, hogy ez mit jelent, ez csak egy egyiptológus tudja megmondani, ő nem tud 150 évet mondjuk történelemmel kitölteni, tehát mit fog mondani? Átmeneti kor, zőrzavarkor.
még véletlenül se az, hogy a fejünkben van zűrzavar és átmenet. Nem, ez egy átmeneti kor volt. És jön egy másik egyiptomi, fáraó dinasztia. És ha megnézzük a 3000 évet, akkor azt kell látni, pedig Egyiptom úgymond a maradandóság sziklaszilárd bázisa, és ez vitathatatlan, hogy van egy ilyen erénye, de általában egy dinasztia, hogy 500 évnél tovább nem nagyon uralkodott. Na most, ha én azt mondom, hogy legyünk nagy lelkűek, középkor, nem ókor, csak Álmostól számolunk, nem Attilától, csak harmadik Andrásig számolunk, 1301, Árpádház, pontosabban, megint egy érdekes, viharos gyorsaságú kitérő, középkorban én azzal rukkoltam volna elő, hogy Árpádház. Így körbejártak volna. Először jobbról kerültek volna meg, aztán szélső bal oldal, remélem tavasszal ilyen nem lesz, hanem marad minden a viszonylag követhető kerékvágásban, de hát ami itt tavasszal esetleg, tehát nem is akarok itt előre jelezni. Itt most a nemzetnek nagyon össze kell magát kapnia. Na minden esetre, tehát visszatérve, keringenénk, és miért keringenénk? Mert ilyenről nem tud senki a középkorban. Ennek a nemzetségnek Árpád nem volt alapítója. Tehát Árpád édesapjától származott. Árpád házat nem alapított. Akkor miért mondjuk? Én nagyon szeretem egyébként, nem erről van szó. Miért mondjuk? Csak, mert így tanultuk meg. De mit tanultunk meg így? 19. századot. 18. század legvégén hatalmas Árpád kultusz van, amit Vörös Marti Mihály is teljes joggal pártocos Árpád zalánfutásában átvesz. És Árpádnak mi sokkal többet köszönhetünk, mint ahogy azt meg tudnánk köszönni. Eleve ma egy hadtörténész azt nem tudja modellezni, hogy Kijev, nincs túlságosan messze, Kijevtől ilyen fegyelmezetten, ilyen módon, hogy vonult be egy nép, hogy pillanatok alatt a Kárpát-medence fölötti teljhatalmat megszerzi. Hát miért nem erről beszélnek? Mert elképzelni sem tudják, világos? Én ilyenkor mindenkinek csak azt tanácsolnám, üljön be autóba, menjen, próbálja ki. Vagy üljön lóhátra, próbálja meg, hogy egy lónak, egyetlen egy lónak napi ellátása a ló pocsolyából nem iszik. A lóvat itatni kell. És ez még mindig nem az emberi tényező. Hát milyen hadtáp, milyen utánpótlás, milyen logisztika, ma így mondanák. Erről egy hang nem. Miért? Az egy külön kérdés, nyilván tudja mindenki. Tehát Árpád vezér meg lehet kockáztatni, hogy a Jézus születésével induló korszaknak világtörténelmi szinten az egyik, hanem a legnagyobb világszabású menetét hajtotta végre. Tehát utolérhetetlen. Álmos indítja, Árpád vezér hét magyar befejezi, tehát méltán megérdemel minden dicséretet, de van egy probléma. Ő Álmosnak a fia. Álmos pedig ügyeké, ügyek elődé, előd edé, ed Csabáé, Csaba pedig Attiláé. Na most hogy hívják a középkorban ezt a nemzetséget, amit mi Árpádháznak hívunk? Turul nemzetség, de genere Turul, vagy nemes egyszerűséggel, hogy Petrus Ranzanus, Nápoly-Szicília királyság főpapja, és leírja a krónikájában, ír egy magyar történelmet, és akkor Álmos vezérhez elérkezik, érdekes módon itt írja, ez az ember Istennek tetsző nevet viselt. Egy római katolikus, magyarul talán egy szót nem tudó, nyugat-európai főpap, a pogány Álmos nevet, hogy apostrofálja. Ez az ember Istennek tetsző nevet viselt, Attila király nemzetségéből származott. Tehát Szent István nem Árpádház, hanem Attila király nemzetsége. Türingiában Szent Erzsébet, ha kérdezték, milyen nemzetség, Turul nemzetség, vagyis Attila király nemzetsége,
a turul kinek volt a címer, madara úgymond, jelzője. Pajzsán zászlaján ezt viselte koronás fejű turul madár, Attila király jelvénye volt. Na igen ám, de Attila király mondhatta-e azt magáról, hogy ő Attila király nemzetségéből származik? Tehát ennek a nemzetségnek mi az eredeti neve? Attiláig. És utána kimondva, kimondatlanul. Hát Attilának az édesapja Bendegúz. Általad nyert szép hazád Bendegúznak végre. Hát eljutunk majd oda, hangsúlyozom, bár nem szeretném, de említettem, hogy a magyar irodalom még megállja a helyét. Még mert igazat mond. A másik területen azt kell mondani, hogy hát valókunk büszkeségre, de azért a változások tekintetében, de azért nagyon nehéz az átalakítás művészete időnként. Tehát röviden és tömören, tulajdonképpen, ahogy indítottunk, mi volt Attila király címere? Most mondom a címe, most mondom a teljes szöveget. Attila, képes krónika is így magyarázza egyébként, más krónikák és Túróc János krónikája, Attila Isten kegyelméből, na itt már megint a bizonyos horribile dictu, miért? Mert Isten kegyelméből akármilyen vallás keretében nem lehet uralkodni. Ez egyetlen egy vallás. Ez nem az iszlám, nem a taoizmus, nem a hinduizmus, nem az ázsiai népek ősvallási hagyománya, hanem Isten kegyelméből milyen uralkodók, milyen vallás uralkodók. Keresztény. Na de ez a legkevesebb. Egyébként Attila idején majd úgyis tárgyaljuk ezeket a dolgokat. Tehát Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája. Hunok, médek, gótok, dánok, király, Isten, ospora, világ, pörölje, tehát aztán megy a címadás tovább. Itt megállnék egy pillanatra, ugyanis Bendegúznak Torda az édesapja. Tehát ez mit jelent? Attila származás szerinti nagyapja, akinek ő az unokája, tulajdonképpen Torda. De a címében nem ez áll, hanem a nagy Nimród unokája. Tehát a hivatás, a küldetés vonatkozásában ő milyen úton jár? Hát általában a nagy családon belül ki van legközelebb az unokakorú gyerekhez? A szülő vagy a nagyszülő? Vitathatatlan, hogy a nagyszülő. Miért? Mert régen mi volt a szülőknek a feladata? Hát tulajdonképpen a gyereknek és a nagyszülő életének a biztosítása. Tehát ki nevelte az unokakorú gyerekeket? A nagyszülők. A nagyszülőnek nem kicsi volt az élettapasztalata, hanem nagy. A nagyszülő, a nagyapa, a nagyanya abba a világba készült, ahonnan az unokája most jött világra, mondjuk pár évre. Egy nagyszülő már nem fog diktálni, fegyelmezni, és nem jovialitásból, idézőjelbe tett jovialitásból válik engedékenyé, hanem mert tudja, hogy mi a fontos az életben. Fontos az, hogy a tapasztalatokat átadja. És egy gyereknek, ha jelenkorunkban történetesen a sors lehetővé teszi, hogy vannak ilyen nagyszülei, soha az életben nem fogja elfelejteni. Tapasztalat. Az unokának ereje van. Életereje. De nincs tapasztalata. A nagyszülőnek egyre kevesebb az életereje, de óriási a tapasztalata. Keleten minden vallás, hát taoizmust említettem, alapítója Lao Tse. Lao Tse azt jelenti, hogy öreg gyermek. Tehát ez mit jelent? Az igazi bölcs, és magyarul a bölcs, akiket mi öregeknek gondolunk, melyik szavunknak a képezi alapját? Bölcs. Tehát elnézést, ha valaki már látott megszületett gyereket, nem akkor, amikor baba, amikor pont megszületett. Nézi az ember és az arcát, és mit mond? Hát ez öregebb, mint a legöregebb ember. Teljesen, majd hetekbe telik, hogy az arca átmegy abba a babaféle vonású kiteljesedésbe. És
érezni, hogy ez valahonnan jött. Most nem akarom misztifikálni a dolgot, hát eleve nyilván belülről jött, azért 9 hónapnyi idő belül nem akármilyen dolog is egyből így váltani. De egy biztos, ha ez a kettő nem találkozik életkor, az egyik a hétköznapi élet, hétköznapi, tehát az emberi élet végén van, a másik pedig az elején. Az egyik a kezdet, a másik a vég. Ennek kell összeadódnia. És ha Attila címerében az van, hogy ő a Nagy Nimród unokája, holott tudja, hogy nem az unokája, de ő a magyarok első királya. Nimród pedig ki volt? A világ első királya. Tehát Nimród az egész világ első királya. Attila úgymond Jézus születésével induló időszámítása. És világhónap alapján a magyarok akkori első királya. Azelőtt kapitányok, utána pedig Csaba is csak királyfi, nem lesz belőle király. Utána vezérek, vezérlőfejedelmek és Szent Istvánnal megint a magyarok első királya. Hát érezni lehet, hogy itt az első, az minden esetben valami, nem számtani értelemben, hogy ez az első, ez a második, egy ezred másodperccel hamarabb nyúlt be, tehát ő az első, és ő lesz mondjuk olimpiai bajnok. Tehát nem erről van szó, hanem mindennek a kezdete. Tehát ez azt jelenti, hogy első itt az indítás. Tehát valamit újra kell indítani Attila idejében. Ha ő a Nagy Nimród unokája, akkor a nimródi örökséget, ahogy az unoka a nagyszülőtől, úgy veszi át. Teljes egészében öröklődik egy hagyomány. És ha ránézünk Attila király által kialakított világra, hát jártunk Öhotba, belső Mongóliában, ahol egy elképesztően modern, jól felsz, modern, most jó értelemben felszerelt múzeum van. És ott a hun és szkíta emlékek, hát tényleg letagadhatatlanul mutatják, hogy milyen néppel lehet ott számolni. És egyszer csak elérkeztünk egy helyhez, ahol volt egy festménynek egy rendkívül rossz reprodukciója. De egy térkép is ott volt. Attila király birodalma. Hol? Höhodban. Hol volt Attilának a székhelye? Kárpát-medencében. Szikambria, Dunakanyar. Palotáit, nyári palotáit általában hol állította fel? Dunatisza térségében. Na de érzékelni lehet, hogy európai a súlypont, nem ázsiai. Ehhez képest ma Ázsiában újrajelzem, úgy beszélnek róla, mint hogyha ma is élnek. Akik pedig nem szeretik őt egyébként tőlünk nyugatra, megint csak ugyanúgy beszélnek róla, mintha itt lenne, élne. Akik pedig naponta le akarják tagadtatni velünk, megint ugyanúgy beszél. Miért olyan fontos neki? Megint jeleznem kell, nekem egy második Rákóczi Ferenc, egy Kölcsey, egy Petőfi Sándor valamennyivel hitelesebb. Nyugodjon meg mindenki, nem sokkal, de az a valamennyi, az körülbelül akkora távolság, mint ide a világ vége. Hát, hogy érthető legyen, létrehoztak műveket, alkottak. Mondhatnánk, hogy ott volt az asztal, és letették munkásságukkal. Nem pedig ironizáltak, kritizáltak, jobban tudtak. Na de vissza kanyarodva, tehát egy hatalmas területet ölel fel, és ott Raffaello Santi festménye volt a reprodukció Attila Róma falai alatt. És mekkora Attila birodalma? Hát ha valaki Kazakisztánba jár, megint csak tudja, hogy Attila. Hát elkezdenek lelkendezni. Na most nem akarom tovább folytatni, csak jelzem, hogy a világ túlnyomó többsége egy eurázsiai léptékű területen, azért ez mégiscsak többség, oda vagyunk a többségtől. Szavazati többség, mit tud rólunk? Hunok vagyis magyarok vagyunk. Attila magyar király, Nimród a magyarok őse. Hát ezt valaki letagadja, nyugodtan letagadhatja. Annyit is ér majd a szavazata. Egyébként. Lehet, hogy névlegesen ott lesz, de erejét tekintve nem lesz ott. Mert most tényleg, ahogy mondani szokták, itt a lenni vagy nem lenni ügyek jönnek el. És időt kell nyerni. Hát egy nemzetnek időnként nem árt, hogyha levegővételhez jut. És ha levegővételhez jutnánk,
megint csak egy darabig, akkor viszont nem azzal kellene eltölteni az következő időszakot, hogy jelentéktelen ügyekkel foglalkozunk. Tényleg a lényegre rá kellene térni. Miért? Mert így is, úgy is egy világkorszak végén vagyunk. Tehát tetszik, nem tetszik, a világ hihetetlen gyorsasággal meg fog változni. Mint ahogy a nyár után jön az ősz. És akkor arra gondoltam, hogy ilyen kánikula a világ végéig tart, eltart 2 hét, és már nagy kabátot kell venni. Tehát 2160 évig tart egy világhónap. 2022-t írunk. Akárhogy érzékeljük, végjáték. Tehát itt sok minden el fog múlni. És nem mindegy, hogy emberként jövünk ki, vagy biorobotként jövünk ki ebből az időszakból. Tehát vissza kanyarodva, Nagy Nimród unokája, tehát ez a jelzés, ez azért nagyon sok mindent jelent. Ez azt jelenti, hogy egy örökség megelevenedik, újraindul. Na most Nimródot egy érdekes vonalról fogjuk megközelíteni. Hát az elsősorban az úgynevezett bibliai népek vonalán lehet érdekes, de ha valaki mondjuk a Szent István Társulatnak különböző kiadványait ismeri, tudja, hogy nem is olyan régen, hát nem is olyan régen, vagy 20 évvel ezelőtt, megjelent egy kis kiadvány, apokrifek. Tehát Jézus születésére vonatkozó apokrif írományok. Ez azt jelenti, hogy Fülöp evangéliuma, arab nyelvű evangélium, tehát amit a hivatalos kanonizált szövegekben nem találunk, de tulajdonképpen a szent szövegeknek szerves tartozéka. Miért? Mert Tamás apostol is apostol volt. Ha nem vettük volna észre. Ismerte Jézus Krisztus. Neki is van evangéliuma. Az ember úgy feltesz egy kérdés, hogy miért nem került be a kánonba. Ez a 4 is nagyon jó, ami benne van, mert egy kozmikus rendszert fog tükrözni. De azért, hogy érthető legyen, azért megint csak 12 apostol minimum. Tehát végig számoljuk Júdás kiesése után, árulása után elkövetett öngyilkosság, választják Mátyás apostol, és a damaszkuszi ország úton pedig Jézus maga hívja el Pál apostolt. Tehát apostolokból valamivel úgy többet fogunk kapni. És ezek egyenértékű apostolok ám. És ezek közül az egyenértékű apostolok közül mégis ki volt a legközelebb Jézus Krisztushoz? Ki volt a szeretett tanítvány? János. De mégis Péter kapta meg a kulcsokat. Tehát itt nagyon szépen lehet érzékelni egy bizonyos szabályrendszert, de ezt most nem fogjuk végigvenni, mert tényleg úgy elmenne az idő, mint ahogy már el is ment. Tehát 9 órát megpróbálom akkor valahogy tartani. Tehát van egy nagyon érdekes dolog, amiről egyszerűen ma senki nem hajlandó tudomást venni. Karácsonyi ünnepkör. Bekapcsoljuk a televíziót, ha egyáltalán szó esik a betlehemi csillagról, és a 3 napkeleti bölcsről. Mágusokról van szó. Kik azok a mágusok? Akkor a pártos birodalom létezett abban a térségben, Mezopotámián, Zagrosz hegységen túl, egészen az Indus völgyéig. Tehát tetszik, nem tetszik, ezek csak a pártus birodalomból jöhettek, pont. Perzsa mágusok nem lehettek. Miért? Mert nincs Perzsia ebben az időben. Mert Nagy Sándor az Akameinda perzsákat Dáriosszal az élen leveri, 330 körül Jézus születése előtt, és majd 250 körül, 26 tájékán Jézus születése után jönnek a Szaszanida perzsák. Na most pont a mágusok, kik nem lehettek? Perzsák. Ehhez képest naponta mit hallunk? Perzsa mágus. Miért? Mert vagy méd mágus van, vagy káldeus mágus van, és leginkább ebben az ügyben káldeus mágus. És Jézus eltélésénél mi volt az egyik indok? Nem fogjuk elhinni. Hangsúlyozom, Szent István Társulat eléggé hivatalos, apokrifek, csak ezeket már nem olvassák. Csak mert a téma már le van járatva, már neveket se tudunk kimondani, és merünk kimondani, egyetlen egy vád volt, fővád.
mágus. Mágus volt. Szemfényvesztő, csaló és mágus. És mi volt mindig a fővád? Mágus. Kik jöttek a betlehemi jászolhoz? Máté evangéliuma szerint is. Mágusok. Akkor van valami kapcsolat? Hát valami kapcsolat lenne, csak hogy a mágiának a legfontosabb mestere, és egy apróság, a mágia nem azonos a varázslással. A mágia az a magnak a tulajdonságát képviseli. Tehát van egy ekkora cédrus magom, Csontvári Koszka Tivadar elhívás élményére gondoljunk, és ilyen cédrus fa magból lesz a 6000 éves cédrus. Vagy gondoljuk végig, övön aluli terület, hímnemű ügy, és egy nem is tudom mivel látható kis fickándozó magból lesz Szent László. Na ez a mágia. Ez nem varázslat. Tehát a mágusok tulajdonképpen mivel foglalkoznak? Hunor és magyar népnévben az egyik hunor, hát nyilván a hun népnév, ez a hont jelenti. Honerő. A magyar pedig a magerőnek a képviselője. Na most, ha nincs hazám, hiába van magom. Ha van történetesen hazám, de éppen magom nincs, akkor ugyanaz a probléma. Tehát hunor és magyar csak együttesen képesek jelen lenni. Mint hogy a nappal és éjszaka, álom és ébrellét, föld és ég, világosság és sötétség, nap és hold. Tehát egy összetartozó páros. És velejéig és mélységében tartoznak össze. Most a mágia szó egyébként úgy szokták magyarázni, hogy hát görög eredetű. Csak van egy probléma, a görögben semmit nem jelent. Tehát még egyszer elmondom. Görög eredetű miért? Mert a görög nyelvben semmit nem jelent. Tehát akkor milyen eredetű? Görög eredetű. Nehogy észrevegyük, hogy tulajdonképpen latin nyelv, görög nyelv, szanszkrit nyelv birtokában, hát ezek ismert nyelvek. Megkérdezem azt, hogy melyik az a nyelv, ami a mágia magszó köré szerveződően dobja ki a teli találatos fogalmakat? Mondok egy egyszerű tételt. Mágusoknak akármilyen sapkájuk nem lehet. Milyen a sapkájuk a mágusoknak? A magas süveg. Na most a mágus magas süvegben mivel foglalkozik? A magasság. Magos mennyek magasságával. Elég magasztos ez az ügy? Hát nyilván elég magasztos, főleg azok után, hogyha a magból magzat lesz, a magzatból pedig magammá tudok válni. Na most melyik nyelvben lehet ezt így végigzongorázni? És aztán etimológiailag úgy elmondják, hát a mágus, mágia szavak, mágiából képződik a mágus, hát az végülis nemzetközi szó. Nincs eredete, csak úgy van. Most nem akarom tovább pörgetni a dolgot, de hát Nimroddal foglalkozunk. És ezt Pap Gábor szokta elmondani, hát a nyelvpörgetés útján, de ez a özönvíz után kimenő életprogram vonatkozásában, hogy mit jelent az, hogy bárka? Nyilván ez egy burok. Tehát ez egy védelem. Amikor a burokba, mint bárkába visszahúzódik az élet. Na de Noé, emlékezzünk vissza, egyetlen egy nép nyelvében vezet el a Noé név nem a hímhez, hanem a nőhöz. És emlékezzünk a bibliai történetre, az első áldozathozata az özönvíz után, az első szőlőből készült bor, és lerészegedik Noé. Mi történik a sátrában? Hát valahogy a ruhája fellépten. Na most azért gondolom érzékeljük, ha Sém, Kám és Jafet, ivarérett felnőtt ember, akkor nem először látják a dolgot. Miért?
eleve régen nem voltak szégyenlősek. Eleve egy családban vagyunk, hát elnézést. Hát csak látta a kedves papát már fürdés közben. Csak valamit nem látott. Mi az, amit nem látott? Bemegy a Kám nevezetű fiú. És milyen döbbenetes látvány fogadja. Hát ott valami van. Ahol a férfi tételeződésű szaporító szervnek kellene lenni, oda gyorsan fátylat kell helyezni. Nem úgy van. Na most ezért, ha valakit megátkoznak, gondolom, sejtünk itt dolgokat. Itt valami elkezd megbillenni. Tehát vannak hagyományok, amelyek nem úgy tartják számon. Most őszintén mi a baj abban, hogy végre látja az igazságot? Senkinek nem kell hazudni. És akkor nem folytatom a további történetet, de erre szokták mondani, rendkívül rázós. Viszont a magyar nyelven tökéletesen érthető. Most tiltsam be a magyar nyelvet, mert megértünk belőle olyan dolgokat, amiket máshogy, más úton, ilyen módon nem lehetne megérteni. Ez nem azt jelenti, hogy magyarul beszéltek, ez azt jelenti, hogy magyarul értem. Nem tudom, hogy értjük-e, hogy mit próbáltam elmondani. Nem azt állítottuk, hogy magyarul beszéltek, hanem azt állítottuk, hogy magyarul értjük. Ez nem biztos, hogy mereven elválasztható két külön fogalom, de azért mégiscsak erről van szó. Utolsó vacsora asztalánál Jézus valószínűleg nem magyarul beszélt. Úgy tartják, hogy arámi nyelven, mi Szíriában jártunk abban az arámi, nem is arámi, hanem abban a templomban, ahol még arámi isten, arámi nyelven tartottak keresztények isten tiszteletet. Tehát az a bizonyos Passió című film rendezője révén, emlékezzünk vissza, végig arámi nyelven megy, hát ebből a templomból a papok révén próbálták meg az arámi nyelvet felújítani. A háború első pillanatában melyik templom pusztult el? Akkor miről szólnak a háborúk? Semmi nincs a környékén, hogy érthető legyen. Na ehhez képest, csak azért jelzem, ott van előtte a kenyér, és ott van előtte a bor. És mit mond a kenyérre? Ez az én testem. Mit mond a borra? Ez az én vérem. Na eddig bárki eljut, és hát ezután is lehet menni. Mert utána még nem mondom, hogy mit mond, de történetesen én magyar nyelven azt mondom, hogy test és vér. Akkor ebből, ha összeadjuk, egy harmadik, de nyelvileg teljesen megegyező fogalom születik. Hogy hívják ezt? Testvér. Na most akkor Jézus magyarul beszélt, vagy nem beszélt magyarul? Nem beszélt magyarul valószínűleg, de magyarul értem. És hálás vagyok a sorsnak, és megköszönöm, hogy értem. Miért? Mert hogy folytatja? Mert ti már nem az én szolgáim, hanem testvéreim és barátaim vagytok. Tehát ráadásul a szövegben tovább megy ez a gondolat. És tetszik, nem tetszik, a testvér barátság egyetlen egy nép körében volt, évezredek keresztül főszereplő tényező, testvérbarátság. Na most ehhez képest tehát kell végig gondolni bizonyos dolgokat, és egy biztos napkeletről három napkeleti bölcs, vagyis mágus érkezik a betlehemi jászolhoz. Elindulnak, követik a csillagot, és miután követik a csillagot, csillag hol eltűnik, hol feltűnik, egy biztos tényleg nem tudjuk, hogy mit észleltek. De van egy érdekes dolog, amire nagyon kevesen figyelnek fel. Egyetlen egy, pontosan három ember látja. Ki ez a három ember? A három mágus. Tehát ez mit jelent? Bolygó együttállás már kapásban nyilvánvaló módon nem lehetett, mi azt mindenki látja. És két bolygó együttállása az nem egy csillagnak a története vagy mozgása.
de mi mindent szeretünk kipipálni. Tudjuk, Kepler óta tudjuk, Jupiter-Szaturnusz együtt állt. Elmondja, hogy hányszor állnak együtt? Egy életben. A Szaturnusznak kerekítve 28-30 év a keringés idője, a Jupiternek pedig 12. Volt valahogy minden 30 vagy nem tudom hány évben összeszaladnak a népek, ott a betlehemi csillag. Eleve kettőt látnak. Tudom, hogy nehéz elhinni a rendkívüli tavalyi együttállásnál is, nem egyet lehetett látni, hanem kettőt szorosan egymás mellett pont. Na most ehhez képest bemennek Jeruzsálembe. Van olyan a leírásban, hogy azt mondják a bölcsek Herodesnek, ott a csillag. Nem mondanak semmit. Jeruzsálem népe nem szalad össze. Hanem van egy nagy kérdés, hogy honnan tudjátok. Hogy látjátok. Tehát rendkívül izgalmas ennek a csillagnak, úgymond, a mozgás pályája. És egy biztos, saját hagyomány útján érkeznek el. Na most ezzel a saját hagyománnyal próbálunk menet közben megismerkedni. Tehát nézzük meg azt, hogy például meglehetősen kései források, de még bőven keresztény források. Hogyan vélekednek Nimrodról? És emlékezzünk az előbb mögöttem lévő képes krónikát idéző miniatúránál, ahol láttunk egy vadászt. Tehát most egy kis kép és gondzavarba kerültünk a téma szempontjából is, de ne maradjon már ki, hogyha látjuk. Tehát végeredményben minden magyar krónika hozza azt az őstörténetet, amit egy kicsit úgy össze-vissza ismertettünk itt. Egy biztos Nimród a hunok, vagyis magyarok ősatja, Hunor és magyar a két fia, akitől a hunok, vagyis a magyarok származnak, és az hazába, hazajönni, hogy lehet? Valamit követni kell, mint a mennyben, úgy a földön. Na most itt a földön követnek egy nyomot, feltűnik egy vad, ez a szarvas. Hogy miért szarvas tűnik fel, ez a szerves életnek egyfajta, hogy úgy mondjam, minőségét hordozza. Regős énekeinkből pontosan tudjuk, szarvai végén gyújtatlanul, gyulladó, oltatlanul aluvó csillagok, már el is mondtam, gyertyák vannak, na most ezek maguk a csillagok, oldalán a nap, homlokán a hold, azért ki lehet találni, ez tényleg kozmikus szarvas. Itt tényleg egy fényjelenség, de a fényből születő szerves élet vezeti az ifjakat rá arra, hogy hazára találjanak. Igen ám, de a szöveg szerint a képes krónikának úgymond a képanyaga néha eltér a szövegtől. Hát itt is látjuk. Miért? Mert hunorról, magyarról van szó, de a kérdés így hangzik. Hol van hunor és magyar? Egyetlen egy fejedelmi szemét látunk. A többiek a kíséretnek a tagjai. Kutyapórászt fognak, mennek. Ki van fejedelmi viseletben? Kutyák között jelenik meg, már elnézést, ez azt jelenti ösztönös tájékozódás és hűség. Tehát mi vezet útra? Amikor racionális szinten minden össze van zavarva? Egy ösztönös vezéreltség. Ha úgy mondanánk szimat, valahonnan lejött idézőjelbe. Tehát rááll az útra. Csak van egy érdekes dolog, nézzük meg a szarvast, mit csinál. Hát, mint hogyha kijött volna az erdő szélére, és hát mivel nem integet, csak azt mondja, hogy szevasztok, sziasztok. Na most, ha én az ő útját követem, akkor miért arra megyek? A kutyák, akiknek meg nekem is a látómezőmbe belekerül, egyszerűen megrendítő ügyről van szó. Az egyik hazából mész át a másik hazába. Közegváltás történik. És szó szerint már elnézést olyan az a szarvas, mint hogyha búcsúztatna bennünket. Nem tudom, hogy ki szokott valakit kísérni egy darabig, oldalt megy még akár egy gépkocsi mellett is, vagy elmegy mellette, és aztán van egy olyan sebességi fokozat, ahol szépen úgy elválunk egymástól. De miért vetítettem ezt a képet?
Azért, mert arra mindenki a képes krónika hivatalos képelemzései között is ott van. Ez nem honor és magyar mély, mert csak egyet látunk. Nagyon sokáig arra gondoltam, Nolám, itt van a csoda. Feltalálva Huniszíve Hungáriát, az ugyanaz. Na de nem egészen. Úgy tűnik, hogy ez egy rejtett portré. Ugyanis van egy krónika változatunk, a Tarihi Üngürüsz, például ilyen, 19. század végén került isztambuli levő Topkapiból haza, lefordították magyarra, hát óriási problémák között a, ha jól emlékszem, 70-es, 80-as években, de ez egy külön kérdés, hogy akkor ez mekkora, hogy úgy mondjam, ellenállást váltott ki a hivatalos vonulat részéről, és kiderül, amire nagyon sok nyom van. Először Nimród megy vadászni. Tehát ne felejtsük el, Nimród nagy vadász vala az úr előtt. Tehát egyetlen egy fejedelmi személy jelenik meg. Tehát nem a fiúk az ikerpár, a testvérpár, hanem egy vadász. Na most ezt a hagyományt nem kört nyomon követve, akkor nézzük meg, hogy Nimródnak a hagyományköre, ami hát itt most órákig el lehetett volna idéznünk, de tovább kell lépni, csak azért, hogy érzékeljük, hogy mit jelent az, hogy valaki egyetemes uralkodó, szakrális uralkodó, emberiség történelmében nem mellékszerep, nem statiszta szerep, hanem főszerep jut neki. Hát elnézést, hogy képzeljük el, Latinovics Zoltán főszerepben felmegy a színpadra, és elkezd zokogni a maga idejében. Jaj, hát én csak statiszta akartam lenni, elnézést, bocsánat. Vagy el tudja játszani azt a szerepet, vagy nem tudja eljátszani. Vagy addig beszélnek arról, hogy úgysem tudod eljátszani, ez egy negatív pedagógia, gyerekek felé nem szabad alkalmazni, amíg elhiszi, hogy tényleg ez számára lehetetlen lenne. Tehát végeredményben van egy nagyon érdekes hagyománykör. És ez a hagománykör, hát oda vezet bennünket, hogy Krausz Sámuel például, vagy 100 évvel ezelőtt, évszázadnál is régebbi időben, századforduló, tehát 19.-20. századfordulója tájéken írt egy olyan könyvet, kétkötetes könyv volt, hát a nevéből is meg lehet ítélni, hogy milyen vallás, milyen népi vonalon jelenik meg. Magyar őstörténet a Bibliában. Krausz Sámuel, két kötet. Ugyanakkor, ha az újabb időkre gondolunk hivatalos úton, Nemeskürti Istvánnak is volt egy ilyen kis könyvecskéje, nem tudom, ki találkozott vele, a Biblia és a magyar őstörténet kapcsolata. Megint mire szeretnék utalni? Mindenki tudja ezeket a dolgokat. Akkor miért kell úgy csinálni, mintha nem létezne? Hát egyszer, akkor hogy leszünk kicsik? Hogy leszünk rászorulva gyakorlatilag Európa élés tárában hasznavehetetlen, külföldről behozott, lejárt szavatosságú élelmiszerekre? Pontosabban élelmiszernek álcázott vegyipari termékekre. Na most ez a legkevesebb, de gondolom tudjuk, az egész földnevezetű golyóbison hol van az emberiség legnagyobb ivóvízkészlete? Hát az északi sark, így van. Déli sark, így van, gratulálunk, Kárpát-medence, és még azon is belül a 93.000 négyzetkilométer. Tehát ha ez a név nem kezd előbb-utóbb magához térni, és nem bel kifelé szaladva, hanem úgy, hogy Petőfi Sándor, mert nem Petőfi idejében volt ez életbevágó dolog, a népek a szabadságukat kitudják elévni. Világszabadság. Most jött el az ideje. Csak ezt a harcot kifelé nem lehet megőrni. Minden embernek emberré kell válni. Az, hogy valaki embernek születik, nem biztos, hogy ember lesz belőle. Albert Schweitzer legismertebb mondásai közé tartozik. Embernek lenni nagyon nehéz, de másnak lenni nem érdemes. De mivel nem jutunk emberi tapasztalathoz, hogy mi az élet, mi az élethalál, számtani manőverek, digitalizált világ, digitális diktatúra, mesterséges intelligencia, mi köze ez az életnek?
úgy söpni le az élet az első adandó alkalommal, hogy magára már soha nem tud úgy találni. Tehát felmerülnek ilyen, hogy mondjam, makacs kérdések, és akkor Nimrodra visszatérve, hogy mit tulajdonít Nimrodnak a hagyomány. Tehát emlékezzünk, megneveztem itt szerzőket. Karos Sámuel például azt írja, hogy a szkíta vallásnak a megalapítója Nimrod volt. Na most a képes krónika írja Lehel és Bulcsú vezér mártír halála kapcsán, augsburgi csatavesztés után vagyunk. Ez a híres művelet, amikor hozzák ide a kürtömet, ez az utolsó kívánság, és Konrád császárt fejbe vágja. Mit ír 1358-ban a képes krónika? Fidesz, jól hallottuk, Fidesz. Azt gondolom, tudjuk mit jelenti. Hát a hitet jelenti. Fidesz kítikórum. Mert a hit, szkíták hite szerint az volt, hogy akit életükben, csata közben, harc közben legyőztek, az szolga lesz a másik világon. Most Pap Gábor tett fel egy kérdést, képes krónika 2003-as kiadásánál. Hát ez a kis tanulmánykötet, ez tulajdonképpen javarészt azt követi, új fordítás készült, és a képes krónika hasonlás kiadva, és a, ki lett adva. És a fordítónak felvetette, hát a kismeri Pap Gábor pontosan tudja, már rég megnézte. De az a helyzet, hogy bármelyikünk rég megnézhette volna, László Gyula is. De mindenki hisz abban az adott szövegben, amit olvas. Hogyha az van, hogy a szkíták hite az, hogy akit legyőznek a más világon, túlvilágon szolgálni fogják, akkor oda az van írva a latinul. Hát nem az van írva a latinul. És magyar nyelven az, hogy fordít, nagyon könnyen ferdít. Világba is át tud menni, de gondolom tudjuk, hogy a külföldi magas irodalomnak magyar nyelvre való lefordítása rosszat soha nem. Amikor még éltek neves írók, és megismerkedtek a magyar fordított változattal. Hogy nyilatkoztak? Hát ha ezt én angolul leírhattam volna, ezt ha én németül leírhattam volna, ezt ha én franciául leírhattam volna. Tehát azért vannak nyelvek között, úgymond kifejező készségben különbözőségek. Tehát adott esetben most ez legyen a legkevesebb. Tehát kiderült, hogy nem az van odaírva. Nem túlvilág, nem más világ, hanem in alio seculo. A seculo pedig nem világot jelent. Megint idézem Zrínyi Miklós költő és hadvezért, Mátyás királyról írja, mert nem mindenik szekulumban születik főnix. Ez mit jelent? Nem minden évszázadban születik. Magyarul a szkíták hite 1358-ban, kik a magyarok? Szkíták. Az mire épül? Hát a lélekvándorlás, reinkarnáció, hozzátartozik, lehet megijedni. Van egy probléma, én is ismerem az Új Testamentumot. És Nikodémus a János evangéliumának elején, éjszaka, zsidók egyik nagy tanítója, oda megy Jézushoz, és mit kérdez? Képi nyelven, nem matematikai, racionális fogalmi nyelven. Fogalmi nyelvet az emberiség 19. századig nem használt. Képi nyelven az értéshez. Bemehet az ember másodszor is az édesanyja méhébe, hogyha véd. Na most ez mit jelent magyarul? Anya méhből, én, aki öreg vagyok, fogok még emberként megszületni? Na most Jézus nem azt mondja, hogy figyelj, konstantinápolyi zsinat, efeszoszi zsinat. Mondom a dátumot Jézus születése után, és akkor születésem után mondja 453, hát ezt elítéli az egyház. Ez is kit érdekel? Mit mond Jézus? Na most erre kellene becsületesen odafigyelni. Nem azt mondja, hogy van, nem azt mondja, hogy nincs, hanem mit mond? A szél zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jő, és nem tudod, hogy hova megy. Képi nyelven most erre vonatkoztatva.
két dolgot nem tudsz. Ki voltál születésed előtt? És mi lesz veled halálod után? Ezért mondom néktek, hogy szükséges újjászületnetek. Aztán megyünk tovább az evangéliumokba, kérdezik tőle, hogy hát ki volt keresztelő Szent János? Nem azt mondja, hogy Zakariás és Erzsébet fia, mert ezt mindenki tudja. Ki volt keresztelő Szent János? Mit mond Jézus? Illés proféta volt ő, csak nem ismerték föl. Pont. Tehát, hogy érthető legyen, lehetünk nagyon okosak, lehetünk nagyon eszesek, lehetünk oltatlanok, lehetünk oltottak. Csak van egy probléma, az igazságot kellene megtalálni. És van még egy érdekes tétel, távolról ide tartozik. Annak idején felmerült kérdésként, hogy Petőfi Sándorral mi lett. Nézzük a tényeket. Meghalni soha senki nem látta. Kárpát-medencébe. 1849. július 31-én Petőfi Sándor eltűnt. Tehát újra mondom, eltűnt. Ez jelentheti azt, hogy meghalt és eltűnt a holtteste. Jelentheti azt, hogy eltűnt. Mi a becsületes megfogalmazás? Nem tudjuk. Tehát nem én döntöm el, hogy mi történt vele, hanem vele az történt, ami megtörtént. A Habsburg titkos rendőrségnek az elfogató parancsa az élő Petőfi Sándor ellen, nekem ez volt az egyik olyan lefegyverző érv, hogy azt mondtam, hogy gondolkozzunk. 1853-ig kivaladva. Na most, ha meghalt 1849-ben, akkor 4 évig miért van ellene kiadva az elfogató parancs? Tehát, hogy érthető legyen. Nem én döntöm el, hogy a csatamezőn halt meg, ahogy szeretett volna, vagy Barbozinban. Végeztek DNS vizsgálatot? Nem végeztek. Világos? Hanem megosztották a nemzetet. Hát ha ott volt, miért nem jött haza? Elnézést, a szomszéd erdőből nem találná haza. 2 napi járóföldre. Hát Kazakisztánon túl van, ahol még Sztálin is deportált embereket. Mi? Mert nem lehet hazajönni. Hát hosszú a tél, rövid a nyár. Világos? Mit fog enni? Első faluban már úgymond letartóztatják. Tehát az emberi képtelenség ebben a mai korunkban, ez már tényleg a képtelenség határát üti. És nincs egy olyan, hogy szépen ne vitatkozzunk, vizsgáljuk meg. Él a gyerek, már itt élt a gyereke, sírját fel lehet nyitni, lehet DNS, úgymond ott vannak a szülei. Tessék elvégezni. Elvégezték a vizsgálatokat? Még csak véletlenül sem. Izgatott ez valakit? Hát néhány embert izgatott, de azon kívül semmi. Erre mondja az ember, Petőfi, ha elvitték, így emelem meg 1000-szer a kalapomat. Miért? Akkor szenvedett csak igazán. Hát meghalni a csatamezőn kész, rendben van. Elvinni, évekig kínlódni, távol a hazától. És akkor emberek sokan úgy nyilatkoztak, ez nem fér bele az ő világképébe. Petőfi azt be. Jó, hagyjuk már ezeket a dolgokat. Tehát vannak tények. Keresni kell a tényeket. Majd, ha a virtuális világ teljes egészében beköszön, nem lesz ilyen probléma. Most már nagyon össze van a kettő keverve. Nem is tudjuk, hogy hol vagyunk. Mondani szokták valaki megijed, vagy valamit, azt sem tudom, fiú vagyok, vagy lány. Hát gyakorlatilag ez már kötelező lesz. Naponta be kell jelenteni. Elnézést, azt sem tudom, fiú vagyok, vagy lány, megfelel? Akkor nem lesz probléma. És ne felejtsük el, mindenki tudja, ez most már gyerekeket fenyegeti. 5 évvel ezelőtt valaki ilyet mond, kineveti, körbeneveli. Pedig Kanadában, Angliában már rég ez volt a rendszer. És mi akkor tényleg mindig nyugatra nézünk? Vakok vagyunk. Állandóan nyugatot majmolja mindenki, és azt se tudja, hogy mit majmol. Nyilván a mindenki az eufémisztikus túlzásnak számít. Tehát bizony vannak izgalmas kételek, tehát visszatérve a nagy kérdésekhez, bizony úgy tartották, hogy a szkíta ősvallásnak Nimrod volt az alapítója.
magyar krónikák szkíta ősvallásról. Szkíták hitéről beszélnek. 1358-ban, és nem akarom nyelvtanilag elemezni a képes krónika latin nyelvű szövegét, de kapaszkodjunk meg. Jelen időben. 1358-ban nem írja a Nagy Lajos magyar király számára írt krónika azt, hogy régen, akkora pogány korban az volt a szkíták hite. Jelen időben. Na most nem akarok tovább menni, tehát szaladunk Nimródhoz. Úgy mond a fehér ló hagyomány világát, és van itt egy könyv, amire most végig hivatkozni fogok, törzsek származásáról, avagy a kincses barna. Amennyire kicsi ez Biblia. Van egy ótestamentumi rész, van egy új testamentumi rész, ez a szír kereszténység szent könyve. Szent Efrén a szerzője, Hán István gondozásában jelent meg, ez a Prométheusz könyvsorozat amúgy is nagyon jó volt, és kiderül, hogy az ótestamentumi résznek tulajdonképpen minden történet, lényeges történet, amit az ótestamentumból érzékeny, csak van egy ilyen léptékváltás. Az abszolút főszereplője Nimród. És mit csinál ez a Nimród? Túl sokat ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni. Például megjövendőli Jézus születését. Ki jövendőli meg? Gondolom tudjuk, van olyan egyház, hogy szíriai egyház. Tehát Szent Efrémet megint nem én avattam szenté, már lehet, hogy megtettem volna, és ugyanakkor pedig, hát úgy különösebben nem szimpatizál a szerző bizonyos népekkel, és gyakorlatilag az ótestamentumot halálosan komolyan veszi. Csak valamire figyeljünk már fel. Nem tudom, hogy ki látta a Tanú című filmet, és akkor még egy ilyen kitérőt teszek. Hát amikor az egész ország bent van a börtönben. Tehát a segédmunkástól a papig, a értelmiségitől a gátőrig mindenki ott van, és kérdezik, hogy mi lesz a vacsora. És jön a válasz. És mi a lényeg abban? Már megint? Tehát ha valaki mindig ugyanazt kapja, napról napra, hónapról hónapra, évről évre, meg van győződve, hogy más nincs. Van egy probléma, bőven van még más is. Tehát vannak hagyományok. És végeredményben a dolog itt válik rendkívül izgalmassá, mert egy olyan hagyománykör jelenik meg, és ebben is összegyűjtésre kerül, hogy például mit adott Nimród az emberiségnek Jézus születése előtt. És kiderül, hogy vallást. Na most ez nagyon fontos tétel. Ennek a vallásnak van egy hordozója, fehér ló. Fehér ló. Ez egyébként majdnem mindenhol megvan, de egy gyors kérdés. Árpád magyarjai bejönnek, és van egy teszthelyzet. Mit küldenek az itt regnáló szvatopluknak? Fehér lovat. Miért? Pap Gábor megint szépen szokta részletezni, mert ha tudja, hogy mit jelent a fehér ló, ha tudja, hogy mit jelent a nyereg és a kantár, akkor lehet vele beszélni. Ha nem tudja, akkor sajnos nincs itt a helye. Mert Árpád nem hódítóként jött, hanem Attila király jogos örökségének visszavétele. Még Brüsszelbe se tudtak olyan vádat a magyarság ellen, vagy Trianonba felhozni, hogy betolakodó lett volna. Nem tűnik föl? Hát ha valaki őslakos Európában, Európa szívében, belsejében, az mondta magyar. De visszajönnek. Mi? Megrendül az erő, Csaba királyfi kimegy, a nagy öreg Bendegúzzal a nagyon fiatal összefog, és mire bíztatja a magyarokat, az ottaniakat? Jöjjenek vissza, és Attila király örökségét vegyék vissza. És jön Árpád, és hozza a fehér lovat. Most tovább nem megyünk a fehér ló útján, de még valami tűz. Hát akkor ez csak babonaság lehet, nem egészen. A Szentléleknek van egy tulajdonsága. Hogy szokott kiáradni például? Templomoknak van egy sajátossága, keresztények. Mi ég a templomokban mind a mai napig? Örök sötétség vagy örök tűz? Tűz. Hát magyar nyelven az ég, gondolom tudjuk.
egy alakú, két jelentésű szó. Az ég tetszik, nem tetszik, igen értelemben azt jelenti, hogy ég. Hát nem lanyha erők vannak, teremteni nem lehet lanyhaságból. És a tűz, külön ezt most nem fogjuk elemezni és részletezni, megint messzire vezetne. Akkor jön a következő, a mágia mestersége, a csillagászat. Na most a csillagászatot jegyezzük meg. Csillagos égbolton való tájékozódás. Kitől tanulta meg az emberiség? Nimrodtól. Hát akik azt akarják, hogy műholdak és ne angyalok legyenek fölöttünk, azok nagyon nem szeretik nyilván Nimrodot. Gondolom érzékeljük. És Isten királyság, szakrális királyság. És így jutunk el néhány idézetig viharos gyorsasággal. Tehát nézzük a Kelemen Róma püspökének első évszázad Pseudo Clementinát, mert nem biztos, hogy ő a szerző. Következőt írja. Nimrod, akiket a görögök Zoroasztérnek neveztek. Hoppá, Zarathustra és Nimrod párhuzam. Gondolom, megint érzik egy kimeríthetetlen hagyományok. Hát nálunk a szerdai napban kinek a neve van? Szertartás kinek a nevét hordozza? Szeredások kik voltak? Még Hippo Jarnót is megírja a magyar mitológiában. Ő a vízözön után királyságra emelkedett, és hatalmas mágus révén, most figyeljünk, a mindenség sorsát meghatározó csillagzatot, Tom horoszkópunt a kozmosz asztéra mágikus erejével arra késztette, hogy neki adja a királyságot. Van olyan csillag, ami a mindenség sorsát meghatározza? 2022 évvel ezelőtt, mintha lett volna. Tehát így indul a Nimrod történet, a királyságának története. Aztán a következő. Az Úr öt villámtüzében ragadta élve az égbe, Istenné tette, s a csillagok közé emelte. Most elnézést, megfogom az asztalt. Kiragadta élve az égbe. Tehát, ha tüzes szekerekkel, villámmal illés az égbe megy, az rendben van. Ha Nimrodot élve égbe emeli az Úr, nem csak Énokot, hát ez pogány, bárványimádás, babonasság, ezt nem szabad így elhinni, de megyünk szépen tovább, és mindazt, amiből idézek, Hál István nevét már mondtam, idézni fogom a fent nevezett művet, Hán István, Nimrod alakja a szírmondai hagyományban, ez megint csak az 1970-es években jelent meg. És az ember megdöbben, azóta hivatalosokon jelent meg ilyen nagyságú rendű tanulmány Nimrodról. Komoróczi Gézának, Hán Istvánnak ki van pipálva a dolog. Egy nép nem igényli. Saját ősatjára vonatkozó ismeretek tárházával megismerkedik. Nem, mert annyi minden történik egy ország életében. Most ez, erre nincs időnk. Régen elvet és társat mondtak, most barátainkat szoktak mondani. Ha valakinek az eredetre nincs ideje, akkor gondolom tudjuk, sem múltja nem lesz, se jelene nincs, és jövendője se lesz. Ez az igazi élet-halál kérdés. Amiről a perzsák azt állítják, hogy megistenült, istenné vált, az égi csillagok közé emelkedett, itt az Orion nevet nyerte. Tehát nem véletlenül vetítjük itt az Orion csillagképet, gondolom felismerte mindenki. Tehát téli ég volt jellegadó csillagképe. Azt mindenki tudja, hogy hát mégiscsak arról van szó, hogy Orion, az a görög mitológiában egy daliás, óriási termetű ifjú vadász, idáig eljött. Odáig nem jutunk el, amit Ipoly Arnold ír a magyar mitológiába, az az Ipoly Arnold, aki német származású volt, 1850-es évek derekán jelenik meg a műve, és élete végén nagyváradi püspök volt. Hát ma gondolom érzékelünk megint csak, 19. században főpapok magyar mitológiát írtak, 21. században. Mindszenti József még úgy köszönt el emigrációban, világkörüli útján a hallgatóságától, esztergomi érsek, római keresztény, judeo-krisztián, ha itt tökéletesebb a megfogalmazás,
a magyarok istene legyen veletek. Rosszul hallunk? Tehát mi történt csak az elmúlt 30-40 évben? Nyilván, aki most 30-40 éves, az nem fogja tudni. Tehát az, ami még 50 évvel ezelőtt is, hogy úgy mondjam, köztudott volt, szitokszóvá vált. Nem ajánlottál, gyanúsá, nem szabad vele foglalkozni. Na nézzük, Ipoly Arnold, Otrokocsi Fóris Ferencre, megint csak papra és polisztorra hivatkozva, tudta görögül, latinul, héberül. Csak a bibliai nyelveket vesszük alapul. Az Orion és a magyar óriás névszó nyilván egyazon eredetre megy vissza, sőt teljesen ugyanaz a szó. Kettő leírását végighallgatva, az a görög, ez pedig a magyar végződéssel, olyannyira, hogy itt semmiféle ellenvetésnek helye nincsen. Tehát Orion, on, görög végződés, óriás, magyar végződés. Mit jelent az Orion görögül? Óriás. Mit jelent az óriás magyarul? Azt jelenti, hogy óriás. Minimrodnak az állandó jelzője. Az, hogy óriás. Tehát nem e világi léptékkel mérjük Nimrodot. Minden esetre fölkerül a csillagos égboltra. És megint 2000 évvel ezelőtt inkább Nimrodnak mondták, mint Orionnak hívták. Tehát egy csillagkép a téli égbolt, hogy úgy mondjam, hát legismertebb, jellegadó. Miért legismerte? Mert erről a három övcsillagról látjuk ott középen, hát gyakorlatilag bárki azonosítani tudja. Tehát kimegyünk a szabadba, ilyen magasságba téli éjszakán látunk egy nagy csillagképet, és három fényes csillagot egysorban, nota bene, gízai piramisok építésének milyen égi konstellációra gyanakodnak. Hát megjelent nemzetközi publikációkban. Egy az egybe az Orion övcsillagainak, úgymond földi leképezése ez a három gigantikus hatalmas piramis. Csak azért jelzem, hogy érzékeljük, itt aztán tényleg rendkívül szerteágazó világról van szó. És végül jön a Szírkereszténység szent könyve, tehát sajnos most nincs időnk elidézni itt a témánál. Tehát innen veszem, de innen olvasom. 2 évvel ezelőtt, hogy Krisztus megszületett, csillag jelent meg a mágusoknak, napkeleti bölcseknek. Látták ezt a csillagot? Az égboltozatja fényesebben ragyogott, mint az összes többi csillag. Egy fiatal lány volt benne, aki koronás gyermeket tartott karjai között. A régi királyok és napkeleti bölcsek, a káldeus mágusok szokása az kált helyén. Káld családnév. Tehát megint nem állunk egyedül, jön egy név, hogy Káld, és kiderül, hogy magyar nyelvterületen beborítja a Kárpát-medencét. Csak képezve Káldi valakinek a család neve. De egy fiatal lány volt benne, káldeus mágusok szokása az volt, hogy minden cselekedetüket a csillagokból kiolvasott tudás szerint irányították. Mint a mennyben, úgy a Földön. Tehát ha mennyben műholdak vannak, a Földön idiotizmus. De a legkevésbé. Mert a menny az tényleg a mennyeknek a világa. Mint a mennyben, úgy a Földön. És még egy kitérő, hát dolgozni csak pontosan szépen. Ahogy a csillag megy az égen. Tehát ezek közhelyek számunkra, csak nem vesszük komolyan. Ott egy örök rend van, itt pedig, hát jó esetben megpróbáljuk az örök rendet nyúlfarknyi rövid emberi életünk alatt követni és mintakép venni. Tehát a mágusok és káldeusok ugyanis a csillagok járásából valóban előre tudnak minden eseményről, még mielőtt azok bekövetkeznek, gondolom észrevettük. Valóban. Tehát nem olyan, hogy ma televízióban nyilatkozik a barátunk, most nem mondok neveket, és kiderül, bármit mondhat, mert abban az évben az asztrológiai prognózis, hogy semmi nem fog bejönni. De jön a következő, megint prognózis. A hívek pedig, a követők nem mondják azt neki, te figyelj, semmi nem jött be. Na de bejöhetett volna. Meg azért sok minden majdnem ahhoz hasonló volt.
Kínát tudom idézni. Ha egy csillagász, egy napfogyatkozás nem jelez előre, mi történik? Nincs olyan, hogy oda megy a császárhoz, és azt mondja, császár, majd legközelebb. Nincs legközelebb, mert lefejezik. Tehát jövőről nem lehet hazudni. Jövővel nem lehet emberiséget fenyegetések útján sakban tartani. Vagy tudja, és akkor tiszteletben tartják, vagy nem tudja, és eltanácsolják, elbocsátják. Kádeusok, mágusokról milyen hír járta? Az, hogy amit mondanak, úgy van. Ez egy fogalom volt, a ókor van a kádeus mágus. Így módon ezek a mágusok, napkeleti bölcsek is, miután utána néztek Nimrod kinyilatkoztatásában, hol néztek utána? Nimrod kinyilatkoztatásában. Megtudták, hogy király született Júdában, és feltárult előttük Krisztus egész életútja. Atyáiktól örökölt tanítás okán azon nyomban elhagyták keletet. Hát én meg nem atyáktól örökölt tanítás, minden azon nyomban abba hagyom. Tehát eljutottunk, ameddig eljutottunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen Szántai Lajosnak az előadást. Ez a méltó kezdete, felvezetése volt ennek a 14 részes sorozatnak. Hát ahogy megbeszéltük, akkor jövő héten, tehát egy hét múlva csütörtökön 6 órakor találkozunk ki. Pap Gábor tanárul folytatja az előadás sorozatot, a szkíta aranykincsek, a szkíta örökség, a szkíta erkölcs, testetöltéstől feltámadásig. Ez lesz az előadása. Várom mindenkit szeretettel. Ahogy mondtam, a regisztrációk élnek, hogyha valaki valamilyen nem tud jönni, akkor kérünk, hogy jelezzek, hogy mások is esetleg be tudjanak majd még jobban kapcsolódni. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, Lipovics Tamásnak és az Innovatív Grupnak a szervezés és segítséget. Külön a kedves figyelmességet a büfével, ami berendeztek az előtérben, és akkor folytatjuk majd. Köszönjük szépen!